Ez még nem működik. Így már működik. Szóval hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit itt. Én Szabi vagyok, alias Exo. És ma megint csak rajzolni fogunk. De még mielőtt elindulna a rajz, meg mielőtt elkezdenek a rajzot beszélni, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt. Elindítok egy 5 perces szavazást, és úgy, hogy át is váltunk egyből a rajzra. És látni fogjátok, hogy melyik két rajz közül lehet ma választani. Ugyanis hoztam nektek egy Bane-t és egy Wonder Woman-t, és akkor menjen az 5 perces szavazás is. Ha már sikerült végre egy délutáni streamet összehozni, akkor egy perc se vesszen kárba. Szóval szavazzatok, hogy nektek melyik tetszik jobban, melyik rajzot inkeljük ma. Stream elejé szavazás. Pontosan, ha ma már volt havazás, legyen egy kis szavazás. Szia Sky, szia Dragonus, szia Saxo, szia Blue, szia Jenőcraft. Szia Stream Elements, Nemo, nagyon szépen köszönöm, hogy bedobtál már, most már összesen 10 pontot az IRL festő Stream Challenge-be. És itt most gyors emlékeztető mindenkinek, hogy tessék, tegyék meg tétjéket. Aki szeretné, hogy legyen majd IRL festő streamünk, az nyomjon rá 2000 pontot, és ha már ott vagytok, szavazatok arról is, hogy melyik rajzot csináljuk ma, egyelőre Bane vezet egy szavazattal. Szia SC, szia Saxo, szia Blue, szia Stream Elements, szia Jegesmaci, szia Dani. Mindjárt elolvasom az összes üzenetet. Szia Bicycle Diary, szia Nina, üdv mindenkinek. Úristen, milyen sokan jöttetek délután. Senki nem szeret délután dolgozni, mi? Este, amikor esti stream van, akkor cirip délután, meg itt mindenki. Ó, Exo stream. Szia Princi, hello, üdv mindenkinek, szia Gergő. Üdvözöllek mind, és neked is hello Sifu a mester, hello. Szóval, Dani írta, hogy na végre itt tudok lenni az elején, de imádom ezt az intro zenét. Felkeltél BZ-t, mindenképp ajánlom, zseniális viking mester csinálta a mi zenénket is, és kicsit hangosnám a zene, ezt lentebb veszem. Saxo remélem nem ébredt fel a kis Freja, vagy ha igen, akkor most a hangomra biztosan. És üdv mindenkinek, eszite meg nyugodtan rázzad a buszon. És úristen, közben nagyon-nagyon szépen köszönöm Dani neked a 11. hónapot, 10 azaz 10, de hát ez 11. Nálam 11-et ír. Ez most hogy van? És itt elment a hallásom. Valami sípol, de mindegy. Szóval... A stream vonaton nincsen fék. Nagyon szépen köszönöm, hogy dobáljátok a pontokat a festő challenge-be is. És amúgy 6-4-re vezet a Bane, szóval még 2 szavazatom múlik. Most azért fogjátok csak a Bane-t megszavazni, mert a múltkor lecsesztelek titeket, hogy mindig a cicis rajzot választjátok. Fogadjunk. De is mond a havat, nagyon szép, imádom, de hazafele jövet már elestem. Remélem nem lett semmi komoly a bajod, Dragonus. Minden oké? Okay. Péntek van, már nincsen meló. Mondjuk az is igaz. Igen, mondjuk pénteken én is csak délig vagyok. Hát a délig vagyok az azt jelenti, hogy... Most így úgy voltam vele, hogy jó, majd szombaton is dolgozok egy picit, meg vasárnap is. De rég volt már nagyon délutáni streamünk, és nagyon hiányoznak a délutáni rajzstreamek, amikor mindenki így meló közben itt ellörkölget, elbeszélgetünk, meg minden is így. Mert az esti streameknél az a baj, hogy én is egy csomó másik jó streamről maradok le, meg sokszor vagyok olyankor már fáradt, most egy picit jobban vagyok fejben. Tegnap azért nem volt stream, Minecraft lett volna, de átraktam hétvégére, meglátjuk, hogy hétvégén lesz-e. Mert volt egy kis technikai malőr, teljesen újra kellett programoznom a stream decket is, amire így nem volt túl sok időm, energiám. Még most is vannak, amik hiányoznak belőle dolgok. Az OBS frissítés is bejött. És mostában tényleg lelkileg sokszor inkább maradjunk annyiba, hogy vannak napok, amikor lehet, hogy így csak így eltűnök és nem történik semmi. Nem kell aggódni, értem, hogyha valami van, úgy is írok, de hogy néha kell a lelki feltöltődés. Ami tegnap este, megmondom őszintén, tudjátok mi volt az? Úristen, de imádom. És úgy hirtelen jött még 5 szavazat a Bane-re, oké. A Philomena Kanknak a Kank on Earth felkerült Netflixre, gyerekek. És annyira áldom az eget, hogy még nem mondtam le a Netflix előfizetésem. Hát ez valami eszméletlenül zseniális. Röviden, angol humor egy picit, de fogyasztható angol humor, és a lényeg az, hogy ilyen dokumentari akar lenni, ilyen dokumentum sorozat, de hogy végtelenül vicces, mert olyan hülyeségeket mondanak benne, meg olyan hülye kérdéseket tesznek fel, hogy így, és akkor leülnek beszélgetni ilyen szakértőkkel, és akkor értetek, valaki mondjuk a nem tudom milyen a British Museumnak a doktora, és akkor megkérdezi tőle, hogy
de fú, most hirtelen nem jut eszembe egy se, de hogy mondjuk megkérdez valami, tőle valami olyan hülyeséget, hogy mondjuk, hogy Jézus volt az első, akit így a cancel culture áldozata lett, meg ilyenek, tehát hogy így... Meg olyan kijelentések, egymondatosok vannak benne, hogy ez hihetetlen. Tehát tudom ajánlani azt mindenkinek, nagyon-nagyon jó. Én most megyek haza, és épp a buszon csücsizek, igen, átvert a Twitch, elsőre 10-et írt, aztán felugrott megint, hogy 11. Hát így kell, ezt egyből bedupláztad. Lehet, hogy most volt a hónapfordulod. A férfi csöcsis csöcs, haló. Szakszó egyből. Hát a Bén nyert, nem gondoltam volna, de egy picit örülök is, megmondom őszintén miért. Azért, mert a Bén, az amúgy Robert Marzullónak a Bénje, és az egy picit gyorsabb ink, ami azt jelenti, hogy maximum 2 stream alatt kész lesz. Míg a Wonder Woman az Izonetto szószának az inkje, akitől már csináltunk egy részletesebb inket, és az meg egy ilyen jó 4-5 streames lesz, ha megnézitek a hátteret. És akkor még lehet, hogy csak túlságosan optimista is voltam. Szóval jó, akkor a Bane-t fogjuk csinálni. Én mindjárt frissítem is a stream címét. Lefullad. Frissítem a stream címét. Az lesz, hogy megszavaztátok Bane. Ja, így, szuper. Szia Szeti, hello. Várom, hogy elkészül a házi hambi, amit férjem csinál. Oh my god. Hambi. Így emlékeimben él még valami kis kerekdett forma, amiben van egy vastag húspogácsa, és azt hiszem azt hívták az emberek hamburgernek, a diéta kikészít, lehet egy picit. És nagyon rég ettem már hambit. Néha részek a Twitch, egyszer csinálta nekem is Dave-nél ezt. Végre élben is itt tudok lenni, és nem csak vlogon nézlek. Köszönöm szépen. Akkor te vagy az, aki szokta nézni a vodokat? Wow! Nem tudom miért, de most a VOD csatorna úgy néz ki, hogy kezd egy kicsit belendülni. Mostában egyre többet ajánlgatja, meg most sem vannak olyan VOD-ok, amin ilyen 20-30-es megtekintések vannak. Wow! Ezek akkor ilyen modern Ali J interjúk? Ezt most miért kérdezed, Dani? Legyőzik a cicis nénit? Yeah! Visszatettek a hitemet az emberiségbe. A Bane ár gyönyörű, nagyon durva. Jó, gyönyörű, értetek, de azért valljuk be, hogy itt olyan túlzások vannak, hogy azért mik ezek a virslik itt? Tehát, hogy így olyan izmai is vannak, ami nem létezik. Nem létező izmokat használ. 69% for Bane, nice. Na szép, csak a speed painting, nem speed paintelünk. Ja, és akkor el is kezdem közben előkészíteni, meg akkor el is kezdem megcsinálni közben a rajzot, csak mindig elfelejtem majd áthúzni ezeket a panellecskéket a másik monitorra, ugye azt csináljuk, hogy fogjuk, és akkor felküldjük ezt 5000 pixel szélesre, minden rajzot, így csak, és az előző streamben gyerekek elfelejtettem mondani egy nagyon fontos információ a suboknak és patreonoknak, a januári rewardok elérhetőek már a Discord szerverünkön, úgyhogy aki esetleg sub vagy patreon, az ugorjon be a Discord szerverünkön, van egy rewardok szoba a támogatói sarokba, és ott már ott van a link, ahonnan le tudjátok tölteni az előző havi rajzokat, amiből ráadásul 4 darab is van. Ha gondoljátok, majd megmutatom, melyik 4-et kapják meg, illetve jövő hónaptól már bővülni fog remélhetőleg a rewardok listája is majd, de erről majd később. Szóval, addig is meséljétek amúgy mi újság, hogyan telt eddig a hét nektek. Én gyorsan előkészítem a rajzunkat. Berakom a szokásos rétegeket. Jó, és akkor mögé rakunk még egy szolid kitöltést, egy fehéret, arra az lesz nekünk a papírnak a színe. Rakunk még egy réteget, ami az inkünk lesz, ez megy legfölülre, ezt pedig 30% környékén belokkoljuk. Ja, és még egy rajzot kiduplikálok ide fölül, hogy bármikor be tudjam nektek kattintani. És azt hiszem meg is vagyunk, és kezdhetünk is neki az inkelésnek. Egy minimum 2 húspogi. Láttam már olyat, hogy 3. Sőt, egyszer ettem olyan hamburgert, amiben 4 húspogácsa volt.
az volt az első hamburger, amit ketté kellett szedjek, hogy így két kicsi hamburger. De az a legjobb, a sok húsos hamburgerben az a legjobb, hogy akárhányszor szedett szét, csak mindig több hamburgered lesz. Már mind darab számra, értitek? Szia Zolinka, hello, hello! Kerekedett forma vastag húspogácsával, hé, bén nyert, nem a néni. Steti, rossz az, aki rosszra gondol. Jó reggelt neked is, igen. Azért ez a 290 pluszos drop magasra tett a lézet. Wow! Volt 290 pluszos? Azért, amikor a New Daily Drop Low Score from SC a bossy 92-vel valaki megugorja a napi legkisebbet, az azért elég szép. Dragonus megugrott egy 95,4-et. GG! Az nem hamburger, hanem zsemlés hús. Vagy hús, nem. Zsemlés. Igen, zsemlés hús. Szabi még nem rajzol, de már van 5 layer. Megmutatom nektek, tessék, ez még működik. Jó, visszamegyünk az elejére, mert ezt még mutattam meg. Szóval, hogy szoktuk ezt csinálni? Van a rajzunk. Mutatom nektek, felrakjuk 5000 pixel szélesre. Azért szoktam ilyenre csinálni, mert akkor tök sok mindenre jó lesz később. Lehet használni printekhez, lehet használni akár pólóhoz, bármihez. Igazából az 5000 pixel széles rajz az olyan méretű, hogy akár óriás plakát is lehet, és nem fogod észrevenni, hogy pixeles. És akkor itt jön az, hogy elsőleg beduplikáljuk ezt a részt hátul, itt hagyom ezt a backgroundot. Rakunk elé egy fehér réteget, ez lesz az új lapszínünk. Az image módot átállítom RGB-re, mert szürke árnyalatosan van, ezt nem fletteljük. És akkor e fölé a kék fölé, ami van nekünk, rakunk egy kéket. Valamilyen kéket, teljesen mindegy. Én azért szoktam ilyen, ezt a no photocopy kéket használni, mert azzal tök jól látszik a fekete is, meg látszanak még abban is azért a részletek. Ezt rá is klippelhetjük, de nem feltétlenül muszáj erre a rétegre. Átállítjuk screenre. Ezt a kettőt berakjuk egy csoportba. Ezt a csoportot lehúzzuk ilyen 30% körülire, és akkor ezzel az opacity-vel tudjuk állítani, hogy mennyire látjuk a sketchünket. E fölé rakunk egy új réteget, amit rajzolunk, illetve még egyszer beszoktam duplikálni csak azért a rajzot, hogy ide fölé tudjuk lenni, rakni belokkolva, hogyha bármikor kell, akkor referenciának ezt be tudjuk kattintani, és igazából ide a layer 2-re rajzolunk. Szóval a szakszónak igaza volt, el se kezdtük a rajzot, de már van 1, 2, 3, 4, 5 rétegünk, meg a background az 6, de az a background az csak azért van ott, hogy nem tudom miért csinálom, de ott van. És akkor most el is mentjük és végeztünk is mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, keressünk valakit, mert csak viccelek, nem, most fogunk ténylegesen neki kezdeni a munkának. Hú, lassan kezdek megérzni ettől a témától. Én mondjuk pont most ettem meg az ebédemet ilyen 3 körül, úgyhogy én szerencsére most egész jól vagyok. Amúgy segítenék, a Bén gyönyörűhöz tartozott még egy írás, csak hogy egyértelműen legyen a szarkazm. Leri róla egy mondat, légy aki lenni akarsz, akkor is a felhő lennél. Látod, tehát ilyen, amikor szelektív olvasás van. Nyugodtan beszéljünk kajáról. Én inkább azt mondom, hogy tereljük a témát inkább a kajáról, mert a diétában nem segít. Na és akkor most csak visszaállítjuk magunkat így, és visszamegyünk ide szépen a rajzosra, mert innentől kezdve egy rétegre megy minden is, ami rajz, és a historyt kikapcsolom, és visszamegyek a brushokhoz és a jó kis Comic Ink Round brushunkkal. Szerintem neki is ugorhatunk. Mit szóltok? Ugye Robert Marzullo készítette az eredetit, nála szokott lenni ez a nagyon érdekes, erős cross hatchelés, amikor olyan vonalakat húz meg, és megpróbálok egy olyat, hogy így nagyon vastagból ilyen szép vékonyba megy át. És azért is választottam ezt az egyik rajznak, mert rég csináltunk ilyet, mert mostában nagyon átmentünk az ilyen hajszál meg vékony vastag cross hatchre, és rég csináltuk olyat, hogy megpróbáljuk azt, tudjátok, hogy ez a vastagabb cross hatch, és akkor így fogjuk kitölteni majd. Szóval, ja, stílus gyakorlatnak szerintem tökéletes lesz. Illetve amit észrevettem most, hogy túl apró mérettel nagyon megint elkezdtem vésni a rajztábet. És ez a vonalaim diversifikálására is ment, tehát hogy nem lettek annyira diverzek a vonalaim. Ezért most megint azt fogom csinálni, hogy látjátok, így nagyobb méreten vagyok, és megpróbálok csak ilyen lehelletnyi erővel szép változatos vonalakat húzni majd.
és mondjuk ez még lehet, hogy ez picit nagy, tehát egy 10-es méret helyett 40-es mérettel fogunk most rajzolni. Nem csinál, hogy másik layerre rajzolsz. Gergő, annyira imádlak. Más layerére ott van nálad? Ó, hát azért nem lakunk olyan közel egymáshoz. Azért nem lakunk olyan közel egymáshoz. Nem akarok ilyeséget mondani, de jól emlékszem, Gergő ugye Eger környéke. Tehát az az országrész. Egy-két óra kocsival, igen, mávval egy-két nap. Gyalog meg fél nap, tudod? Szia Marker, hello, mi újság, hogy vagy? Ráment csinálok, rendes ráment, udonnan sült húsival. Szeti, te pesti vagy, ugye? Tehát a szomszédban van. Jó, hát igazából ebben az országban mi nincs a szomszédban. Szóval, Szeti! Azt mondod, hogy ráment csinálsz nekem? Nem jó, ez még mindig túl vastag ez a vonal. Visszamegyünk 29, de már az is dupla vastagság lesz, jó. Na ezzel már tudunk vékonyabbat, szuper. Szóval én úgy hallottam, hogy Szeti, ti is úgy láttátok, nem, hogy azt írta be a chatre, hogy nekem csinál ráment. Rámennél, hát én nagyon szeretem, nem tudom, régen nagyon kerültem az ázsiai kajákat, de azért, mert hogy valami, van az ázsiai fűszerek közül egy valami, amit nem szeretek, és de azt nagyon nem, tehát még az illatától is rosszul vagyok. Viszont, amióta többször voltam kint Ázsiában, most már régóta nem voltam, de hogy amikor voltam egy időben többször, meg a balesetem után egy csomószor volt az, hogy így bekattant valami, és meg akartam kóstolni új dolgokat. És kipróbáltam egy csomó tök jó ázsiai kaját, és így most azt akarom mondani, hogy így ha tehetem, akkor próbálok én is magamnak több ilyet csinálni, mert iszonyat finom kajáik vannak. Ajaj, Szeti, erre ráment az ebéded. Pontosan, nem ismer már írni a csetre, kész. Már dobja ki lábastól együtt az ablakon. Nem, ne, hogy ide jöjjön a Szabi, megeszi a rámenemet. Vagy csomagolja. Hát remélem, hogy csomagolja. Stream végére legyen itt. Ha! Milyen félkört húztam megint? Majdnem tökéletes. Nem tökéletes. Csak majdnem. Úgyhogy visszalépünk. Szóval tök jók az ázsiai kaják, erre kellett rájöjjek így 30 évesen, hogy így egész életemben egy csomó mindenből maradtam ki azért, mert túl szűken értelmeztem az ázsiai konyhát. Meg hát ugye a nagyon nagy felfedezettem, ugye az a kimchi volt. És azt a mai napig nagyon-nagyon szeretem. Most ebben ritkábban eszem. Mert már spórolok vele. De hogy amikor elkap a kimchi láz, olyan finom szemücset csinálok belőle. Szia Idri, hello. Következő héten akkor új ázsiai szuperhőst inkelsz a rámen. Dani, ez szerintem mondhatjuk, hogy 5000 pont lesz. Ezt szerintem mondhatjuk, hogy 5000 pont lesz. És Kim, nagyon szépen köszönöm a raidet, sziasztok kedves Kim nézők! Én Szabi vagyok, alias Exografikus. Ezen a csatornán nagyon sok képregény stílusú rajzot láthattok. Most épp egy bént kezdtünk el csinálni, azért mert a kedves chat ezt szavazta meg, hogy ezt színezzük, bla, inkeljük. Úgyhogy most egy ilyen nagyon-nagyon erőtől és... hogy hívják a lötyijét? Tudjátok, van ez a lötyi, amit kap így a véráramlatába, és ettől van ilyen nagyon felfújt emberke. Ettől duzzadó bént fogunk most éppen rajzolni. És üdvözlök mindenkit itt. Mi újság? Mi jó volt a streamen? Mi jót csináltatok? Harvest Days, My Dream Farm. Na, arról a játékról még csak nem is hallottam. És milyen? Hogy tetszik? Szia Shifty, hello. Szia Kovilil.
És tényleg üdvözlök minden kedves rédelőt itt! Boldog bánt mindenkinek! Ez oké, leesett. De hogy most nem értem a Liffy-nek a komedjét, hogy de így kétszer van EXO. Belőlem csak egy van. Én egyedi vagyok. Valamennyire. Oh, Dani dobálja egyből. Le ne öntsd véletlen a rajzot, az lenne a bénázás. És lehet megvan a következő stream címe, hogy ne bénázzunk, rajzoljunk. Ó, mert hogy téged is, meg engem is nézett, és ide, értem, oké. Idős bácsi a tévéképernyőn megértette. Borzasztó, meg kell változtatni majd a kameraszöget, mert hogy itt látszik, hogy már vagy 3-4 őszakászállam van. És folyton észreveszem magamon. Szóval, hogy tetszett a játék? Szia, pocakbetyár, hello. Jól vagyok azon kívül, hogy 4 óra alvás van bennem, könnyű napom volt. A 4 óra alvása nem úgy tűnik, mint hogyha könnyű napod lett volna. De próbálj meg pihenni is, Marker. Nagyon fontos amúgy, ezt mindenkinek mondom, nem csak Markernek, hogy egy jó alvás életet tud menteni. Trust me. Tehát itt azóta elvesztettük. Én azóta várom, hogy Szeti írjon, hogy kész van-e már a rámen, de nem. Szeti nem ír. Szeti szerintem ki is követte a csatornát, le is törölte a Twitch-et a telefonjáról, és sír a sarokban, hogy Jézus amit szabadított magára. Azzal az ártalmatlan kijelentésével, hogy ráment főz. Ne változtass meg, korral jár, ne takargasd. Most nem változtatom meg, tehát nem fogom festeni a szakállamat, meg semmi ilyesmi. Max kicsit Doctor Strange-esebb leszek majd egy idő után. Szerintem ráment az egész hatapja, azért nem ír. Vagyok, hoztam a kaján, mi van velem? Beírtad ezt a ráment dolgot, és így a chat azt mondta, hogy ők is úgy hallották, meg én is úgy hallottam, hogy te azt írtad le az előbb, hogy ezt a ráment igazából nekem csinálod, és hogy ugye kérdeztem, hogy pesti vagy remélhetőleg, ugye? Tehát, hogy így írhatom a címet, hogy hova kell kihozni. BP közepe 7-e. Na, onnan nem is vagyok olyan messze, a 11-be, hogyha átugrasz stream végére itt vagy, megköszönöm, megvan a vacsim. Csak viccelek, természetesen, vagy nem. És... a bot kitiltott a szegény Ducky Hit, mert be akarta linkelni. Most soha nem tudok híres lenni, úristen. Pedig még küldött egy linket is, hogy hogyan tudnám fejleszteni a streamemet. Hát, ez van. Na mindegy. Az őszállakat fel kell vállalni, a férfiaknál jól mutat, például Richard Gere, meg George Clooney. Abszolút, a múltkor, ezt nem is tudom, hogy elmerjem nektek mondani, egyszer volt már egy nagyon durva ősszakálparám, szóval amikor az előző streamben észrevettem itt ezeket, akkor stream után mentem és lecsekkoltam tükörben, mert mostában nagyon sokat eszek sonkát este így, úgyhogy a sonkában meg a túróban sok a protein, és az egészségesebb vacsorára, hogyha valamit nagyon-nagyon kívánsz, és már ettél salátát, meg minden ilyesmit. És volt már olyan egyszer, hogy egy picit túrós volt a szakállam, mert leettem, vagy ilyen leveses, ilyen, van egy ilyen erdélyi túrós pityókaleves, amiben ilyen megolvat jutúró van, és az úgy megfogta egy picit a szakámat, és nem vettem észre. És azt hittem, hogy úristen, mert itt van elő egy akkora ősszakál, és igazából nem csak leveses volt. Szóval mi furcsaságból akarsz doktorálni? Van annyi furcsaságom, de hogy igen. Sok benne a potenciál, jó dolgokat lehet bele kihozni, de kell neki még idő. Akkor ez is gondolom ilyen... Jaj, a fölötte írtad kifejt, igen. Hát kevert érzésem vannak ez a játékkal kapcsolatban, még Early Access, de sajnos nem éreztem elég jónak ahhoz, hogy mondjuk kiadják. Inkább az volt az érzésem, hogy egy alfa vagy beta tesztverzióval játszom. I see. Szóval ez a... Kidobjuk, megnézzük, hogy reagálnak rá, és hogyha sikerül, akkor befejezzük típusú játék. Mert mostában azt veszem észre, hogy mindenki jön Early Access-be, meg minden. Kész sincs a játék, nézzük meg, mit mondanak rá. Ha lehet, csak 30 ember töltötte le, akkor be se fejezzük. És ez így... Da! Szia kocak, hello! Mindenféléről!
mindenféléről. Dum-dum-dum. Igen. És Norbert Simon, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek itt. Üdv nálunk, hello, hello. Én teljesen másra gondoltam, mint ő szoká. Shifty, de az azért van, mert Shifty vagy. Tehát, hogy én erre nem tudok mit mondani. Tehát, hogy... sose változ meg. Most a buta bot miatt nem leszel világhírű streamer, igen, tehát hogy a hülye bot kitiltotta a wanna become famous kezdetű üzenetet, és nem fogom tudni soha lekattintani emiatt. Kacsaleves alapot használtam, két darab tojás, és mellé húsi, csak hogy érezd az ízt is a szádban. Az a helyzet, hogy annyira nem vagyok kacsás. De szeretem annyira a rámeneket, meg a rámenféléket, hogy leküzdjem ezt a óvatos kacsa kerülgető énemet. Az a baj, annyi jó kaja van, hogy így most már egy héten két csalónapot tartok lassan, de így se jutok sose a végére, ez még amúgy mindig vastag. Így se jutok sose a végére, hogy amiket szeretnék enni, mert mindig olyan kívános vagyok, és ez így borzasztó. De viszont jó hír, képzeljétek, megint elkezdtem fogyni, a héten elkezdtem jobban a diétát, és ma végre el tudtam jutni sétálni. Sajnos a délutáni edzés, mert ilyenkor lenne az edzésem az edzőmmel, azt le kellett mondjam, mert még nem volt biztos, hogy egyáltalán cipőt tudok ma húzni. De reggel kipróbáltam, fél órát sétáltam vele a lakásban, nem vérzett át a kötésem semmi, úgyhogy lementem az edzőterembe és sétáltam 40 percet, vagy ilyen, nem 40, 50 percet, vagy röpken 4 kilométert. És szerda óta megint keményebben űzem a diétát, ami azt jelenti, hogy most már tartósan 125 alatt vagyok. Tehát most már csalás után sem megyek fel 125 fölé. Ami így iszonyat nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva. Tehát meg iszonyat jó érzés, mert sokkal könnyedebbnek is érzem magamat. Tehát azért tényleg 12 kiló tavaly június óta, november óta csak 8. Szia Dave, hello, hello! De hogy a nyál elválasztásom az beindult ettől a rámen témát, az a baj. Hát nem tudom, volt rá Kickstarter projekt, majd meglátjuk, én viszont megyek, mert éhes, meg álmos is vagyok, szóval eszek egy jó kis spagettit, és alszok egyet. Rendben, Kim, jó étvágyat, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a raidet. És jó pihit. Nem fogok nálagodni, helyes. Szabi csak kedves, ez egy figyelmeztetés, hogy ideje megváltoztat. Streamings tud olvasni a sorok között. Nem baj, ez maradjon, amit itt tudunk, Gergő. A Seven Days to Die például évek óta early, de folyamatosan dolgozik rajta kb. 3 ember. Jó, de hány olyan játék van? Tehát például a legjobb példa, én teljesen kiakadtam, amikor megtudtam, hogy a Stardew Valley-t ugye egy ember csinálja a zenétől, elkezd a grafikán keresztül minden. És hány olyan játék van, amihez nem kell értetek 80 ember, akiből biztos 60 projektmenedzser, ahhoz, hogy jó játékot csináljanak. És megmondom őszintén, én sose játszottam a Stardew-val, egyszer kipróbáltam, nem nagyon értettem, és én 15 perc után abba hagytam, de néha szoktam streamet nézni belőle, és amúgy tök rendben van ez a játék, tök hangulatos. A baj azzal, ha valamin keveset dolgoznak és évekig, hogy mire kész, már egy generációval elavult minden, elavult valami készül el, mármint a játékiparban. De akkor felteszem a kérdést, mennyire fontos az, hogy most így grafikailag meg minden, generációs up-to-date legyen valami, vagy mennyire, tehát hogy csináljunk erről egy szavazást. Nem tudom, van-e itt még moderátor, itt láttam az előbb, de nem szeretek így call-out-olni embereket. Csináljunk egy szavazást arról, mert erre nagyon kíváncsi vagyok, mert Idri itt van, hehe. Idri, csinálsz létsz egy szavazást? Az lenne a kérdés, hogy neked melyik a fontosabb, a játék élmény vagy a grafika? Mert én például kifejezetten olyan ember vagyok, aki a legrosszabb grafikájú játékkal is bele tud rakni 8 millió órát, ha egyszerűen jó a játékélmény, vagy kikapcsol, vagy valami. Szia, Happy, hello, hello! Igen, képzeld, de be is indult a projekt, nagyon szépen köszönöm az összekötést. Már gőzerőkkel dolgozik, mert mutatod egy CSS mintát, és így... Yes!
sinem van a projekt. Meg közben Perseus is beszállt a projektbe. Úgyhogy így hárman már csak össze fogjuk hozni. És megy is a szavazás, úgyhogy kérlek szavazzatok. 10 perces lett, ha jól látom, nagyon jó, így mindenkinek van ideje bőven szavazni. Nektek mi a fontosabb, a játékélmény vagy a grafika? Mert amúgy nem kell szigyelni azt se, hogyha a grafika a fontosabb, mert van olyan játék, amivel igen azért játszol, mert iszonyat szép vagy hangulatos, és a játékélmény az mondjuk lehet, hogy kicsit lineárisabb. Vagy olyan játék, hogy érted, egyikért se játszol, hanem csak azért, mert klikkel az agyaddal. És... Nekem most ilyen például a Guilty Pleasure játék az a Need for Speed. Tehát nem tudom lerakni még mindig. Egyszer végigjátszottam az új Need for Speed-et, utána elkezdtem még egy mentést, ott elrontottam, mert rossz kategóriás autókkal mentem, amikor autót kellett volna nyerni. Aztán azt letöröltem, és elkezdtem most egy másikat, és most már a másodiknak a felénél tartok. És egyszerűen valamiért így klikkel az agyammal az a játék, és tök jól kikapcsol. De tényleg. És például grafikailag amúgy érdekes megoldások vannak benne, de nekem határozottan tetszik a kevert stílusa, de csak annyi, hogy megyek az, ugyanazokat a versenyeket csinálom újra és újra benne. Nem grafikailag írtam, mechanikákban. Értem, Covid, de amúgy ebből jött, tehát hogy arra reflektált, csak onnan jutott eszembe, hogy ez ilyen szavazás, mert nagyon régóta akartam csinálni, mert hogy Ez tök érdekes téma, mert amúgy tényleg én úgy tudom, hogy sok embernek van, akinek a grafika nagyon fontos, meg a legtöbb tesztnél mindenhol ezt szokták elsőnek felhozni. A repülőgép szimulátor játékokra tudom, amit egy ausztrál fickó csinál egyedül, és szeretik, akik használják. Na ez is érdekes, a repülőgép szimulátor játékok, hú, jó kis flight szimulátor. Majdnem kinyírtam a csatornámat, de olyan jó volt azzal játszani. Egyszer lehet előveszem megint, most úgyis van Game Passom. A izé miatt. Ez nem függ játéktípustól, és úgy általánosságban többség, tehát nem azt mondom, hogy minden játéknál, de mondjuk úgy szavazzatok akkor, hogy mely, tehát hogy na, általában mi az, amit titeket jobban megmozgat. Szia Tokos, hello, az Among Us mekkorát ment? De hogy jó, az indie játékok azok azért mások, mert most egy 2D felülnézetes, meg hasonló játékoknál nem tudsz egy olyan nagy grafikai dolgot csinálni, viszont az Among Us-nak a grafikai része tök egyben volt. Tehát, hogy volt egy stílusa, és azt a stílus tök jól hozta. Hú, de le vagyok maradva a csettel. Lehet, hogy egy olyan opció is, hogy egyenlő? Hú. Ez egy érdekes kérdés, de hogy most már nem. Így már 5 perc a szavazás után sajnos nem. Bocsi, Nightgard. Így nem tudjuk módosítani a szavazást. Több száz órában a Factorióban, azt hiszem, ez elmond valamit. A Factorió az így... Hallottam már róla. Tudom, hogy nem Pokémon. Ezen a szinten vagyok. Ez alapján te Factorió függő voltál. Én? Vagy Szeti? Na, örülök. Örülök neki nagyon, hogy tudtam segíteni. Én nagyon szépen köszönöm az összekötést. És tényleg iszonyat gyorsan dolgozik a srác. Tehát, hogy így... Írtam neki, hogy ezt kellene, és így 4 óra múlva küldötte egy ilyen CSS mintát, hogy akkor már csak ezt be kell állítani, meg ilyenek. Az a baj, hogy a manapság a mai fiatalok ebben nőttek bele, és meg az inger küszöbök olyan magasan van, hogy a játékélménybe betartozik a grafikai szerintem. A kérdés, hogy ebben nőttek bele, vagy abba, hogy mennyire tudnak immerzívek lenni. És kérdés az is, hogy mennyire befolyásolja a grafika azt, hogy te el tudj merülni a játékban. Ugye ez az immerzív, hogy mondják ezt szépen magyarul? Amikor beleéled magad a játékba, és így megfeledkezel a külvilágról. Tehát az is kérdés, hogy ez mennyire tud működni. Vagy mennyire függ a grafikától? Nem? Ó, gyerekek, pár vonalam olyan, mint az ökör, ugye ez első, most ezeket megpróbálom egy kicsit javítani. De ezek a jointok is itt mik? Szabi, szedd össze magad, figyelj oda a rajzra is. Melyik az új NFS van Game Pass-ben? Game Pass-ben úgy van benne, hogy ugye az EA Play-t használhatod, de csak a sima Play-t, és akkor az első, azt hiszem nem tudom,
max 20 óra, vagy valami ilyesmi a játékban. De az EA Play Pro-val játszható, nekem úgy van, meg nem vettem meg a játékot. Bár még most már így, hogy 2 hónap EA Play Pro-t kifizettem, lehet, hogy a 3. hónap előtt jobban járom, ha megveszem a játékot, ha még akarok legalább 4 hónapot játszani vele, mert 60 euró azt hiszem a játék. Nekem is a C-vilá válasz jelenti, mert lehet valami pixeles stílusú, de szép grafika, meg lehet fotorealisztikus, über brutál is. Ah, értem. De hogy amúgy 68% a játékélményre ment rá. Nekem a játékélmény fontosabb. Nagyon sok esetben kisebb költségvetésű indie játékok többet nyújtanak, mint az AAA játékok. Akkor inkább akkor lehet úgy kellett volna megkérdezni, hogy a produktum tekintetében, mint tudjátok, hogy mondjuk, hogy jó játék jól van összerakva, hogy maga a produkt igényes, jók a zenék, jók a grafika, nem kell értitek csillió-millió poligonszám, meg ilyenek. Ja, lehet, hogy tényleg rosszul tettem fel a kérdést, elnézést, de szerintem így is tanulságos kis szavazás lesz belőle. Meg azért, hát, hogy egy cseten bárki ki tudja fejteni a véleményét. Szerintem az élmény a fontos, de például a Stardew grafikája és játékmenetikája időtáv, mint például a 7 Days to Die, így. 7 Days to Die-t azt nem ismerem. Nem kell realisztikus legyen ahhoz, hogy szép legyen. A Stardew szép, a Terraria nekem nem annyira. A grafika azt inkább a grafikai stílusként lehet jól értelmezni. Én most kifejezetten a kérdésben arra gondoltam, hogy mondjuk minél cutting edge, legújabb, leghiperrealisztikusabb grafika versus játékélmény, de hogy így is azért tanulságos volt ez a szavazás. Én azt hittem, hogy kicsit azt éreztem hogy mostanában sokkal nagyobb teret nyert az, hogy igen, legyen minél realisztikusabb, röccsenjen minél jobban a VR, legyen minél nagyobb ilyen motion blur, meg vannak olyan hülyeségek, hogy gyerekek mondja ebben a Need for Speed-ben is, hogy Jézus Atya Úristen, tehát én még a mai napig nem tudom magam áttenni azon, hogyha hátulról nézzük a saját autónkat, ami folyamatosan egy helyen van a kijelzőn, mert a táj megy el mellettünk, akkor miért mosódik a lámpának a fénye hátrafele? A mai napig nem értem miért, de amúgy a hangulathoz hozzáad. Hú, motion blur. Na igen, az az első, amit minden játékban kiszoktam kapcsolni. A legelső dolog a motion blur. Van mondjuk olyan, ami Ultimate arany középút és a grafika is top tier, és mellé még a játékélmény és a sztori is megvág, például Hellblade. Úristen, azt hányszor mondtad már nekem, Tokos, fent van a wishlistemen, sőt szerintem Epic-en már meg is szereztem a Senua's Sacrifice, de még nem kezdtem el játszani. És amúgy nem csak tőled hallottam már azt a játékot, a Senua's Sacrifice, az egyszer ki kéne próbáljuk majd. De hogy nem vagyok jó ilyen playthrough meg végigjátszásokban, mert ha nekem nem tetszik egy játék, én nem játszom végig. Lásd, tök rá voltam pörögve a Horizon Zero Dawn-ra, de valamiért nem klippelt annyira az agyammal, és ezért sose játszottuk végig streamben. Meg streamen kívül sem, hozzáteszem. És így már mindjárt felsígít a csata, hogy jaj, a Horizont, a cukorból van. Mert tudom, hogy például Marknak egy nagyon nagy kedvenc játéka, de hogy ez itt tök oké. Csak én meg úgy vagyok vele, hogy abban a játékban nem ölök időt, energiát, amit nem élvezek annyira. Szóval érdekes amúgy. Factorio egy gyártósor szimulátor nagyon hány évvel vagyok lemaradva a csettel? A Factorio egy gyártósor szimulátor, nagyon ronda játék, de az én szememnek gyönyörű. Ú, azt lehet láttam Vitor, nem az, amikor ilyen nagyon sok fölülnézetes futószalag volt, meg ilyenek? Az elavultság mechanikákban viszont tud bosszantó lenni, és vannak olyan narratív fordulatok is, amik nem állják meg a helyiket. Például, ha elkezdte egy narratív játékot, és valamilyen aktuális társadalmi jelenségre épített fel, akkor 6 év múlva elkészül, az üzeneted más fénybe kerül. Covid-nél ez azért is érdekes, mert ott van a másik kérdés, hogy a Covid filmek. Mint például most a Glass Onion-ban is szarrá van spammelve a Covid téma az elején, meg Among Us, meg kádban ülünk, és úgy Zoom meetingelünk, meg úgy játszunk, meg ilyenek. Azt mondjuk sajnálom, hogy nem egy Discordot nyomtak be oda,
hogy ha már rámongászoznak, akkor az valósághű legyen, hogy Discordon beszélnek közben, nem pedig Zoomon. De hogy igen, tehát hogy ez mennyire fog később visszajönni, és mennyire ad az embereknek mondjuk PTSD-t. Mert hogy azért a Covid-ra visszagondolva az, hogy tud PTSD-t adni. Még magamban is érzem, hogy így a bezártság, meg az évek, tudjátok. Én inkább le se írom, mennyi idő van a Minecraftban. Buffy, nyugodtan. Én az elmúlt 2 évben raktam bele annyi időt szerintem, mint más mondjuk 5 év alatt. A Microsoft Flight Simulator 2020, akkor az A320-asát szed le, sokkal jobb, mint a gyári Airbus. A FBV, nem tudom mi az az FBV, de az A320-as meg van. De az A320-as még nem vezettem. A Boeingek jobban tetszettek, így valahogy a Boeing cockpit jobban kézre állt. Bár hozzáteszem, hogy az Airbusnál van a bal oldalt a... vagy bal vagy jobb oldalt, attól függ, hogy pilóta, mások pilóta, vagy az Airbusnál van az, hogy Joy van. A Boeingnél van a... hogy hívják? Te tudni fogod? Én most nem tudom. Ott van a Red Dead Redemption 2, az egy mozgó festmény, egy csoda, és a játékélményt is imádom, de az egy rétegjáték maradt, nem értékelték sok mechanikát, úgyhogy akik szeretteik. Úgy, ahogy akik szeretik. Igen, a Red Dead az egy nagyon érdekes dolog, én beleraktam 4 órát, és nagyon szép volt, tökre tetszett, hogy a hó úgy süpped be, ahogy lépsz meg minden, de nekem lassú volt az a játék, vagy hogy mondjam, nem ragadott meg annyira. És a mai napig ott van 4 órával a játék a Rockstar Launcherben is ennyi. EA Play nem játszik, sajnos nincs konzolom, csak a Samsung TV tudja a Game Pass Cloud Gaming-el, de az EA Play az PC-n is működik, Shifty. Nekem fontos a grafika, mint a játék élmény, de a grafika az nagyon relatív, mit néz ki. A legtöbb pixel gémát szeretem, de a ronda 3D-s játékokkal nem tudok játszani, hogy legyen bármennyi is a játék. Értem, gondolsz. Igen, az én részemről volt rossz a megfogalmazás. Na, nagy levegő. A Red Dead 2 szerintem 30 év múlva is korszakalkotónak fogja mondani mindenki. Réteg játék, igen, de eszement, hogy mennyi részlet van abban a játékban, és mellette nem is csúnya, abszolút 10/10 a cucc. Annak lehet még egyszer, hogy neki futnék. De mondjuk ez olyan, mint hogy értek, a GTA-t is 3-szor játszottam végig, és sose játszottam a GTA Online-nal. Egyszer beléptem GTA Online-ba, jött egy vadászrepülős csávó, aki kiugrott a gépből és a levegőből lelőtt bazúkával, és kiléptem, és azt mondtam, hogy ezért vártam 15 percet, hogy betöltsem. Van olyan a játék, ami akkor is nagyon menő, ha nem annyira szép, például a Dying Light játék és a sztori élmény, ha ronda lenne, akkor is sokan imádnák. Igen, ez amúgy érdekes, hogy ezt így hogy lehetne felrajzolni akkor, hogy mi az, ami egy játék sikerét tudja adni, de így a ti leírásotok alapján mindenki játék élményt, és igazából mindegy, hogy milyen a grafikai stílus, ha az a stílus passzol a játék élményhez és a játék mechanikákhoz, és mellette át is ad valamit, akkor tök jó. Eddig, amik leírtatok, kb. Így tudnám összegezni. És amúgy ezzel én is egyetértek. Meg kellenek a cicik és a seggek. Igen, lifigurú, az mindig kell. Igen, Kovilil is, amit ír Tokos, hogy történelmi darab, akit nem húzott be, az lehúzta a lassúságát. Én is úgy éreztem, hogy picit lassú volt nekem az a játék, de amúgy lehet, hogyha egy nyugodtabb életmederben kap el, akkor pont rákattanok, és ott nyugodtan ellennék én is a Wild Wild West-en. Igen, motion blur kapcsolom ki elsőnek, az még mindig a mai napig borzasztó tud lenni. A Detroit Become Human a játékok csúcsa, grafika és élmény alapján is egyaránt. Azt nagyon sok embernél láttam ilyen kis snippeteket belőle, azon is gondolkoztam, mert én nagyon sokáig nem tudtam, hogy ez ilyen... Jaj, közben haladjunk a rajzzal is. A Detroit Become Humanről én nagyon sokáig nem tudtam, hogy ilyen olyan játék, aminél... akárhányszor játszod végig, mindig más lehet a sztori, mert hogy nem annyira lineáris a sztori szál. Ezt nem is tudom, hol láttam elsőnek. És onnantól kezdve nem is néztem többet Detroit streameket, mert így mondom, hogy úristen, akkor egyszer ezt így végig kell játszani. Tehát amikor az van, hogy több befejezése is van, meg közben is egy csomószor más irányba is el tud menni az egész, meg ilyenek. Tehát, hogy így... De javítsatok ki, hogyha tévedek.
Az így valahogy ott van a wishlistemen, hogy majd egyszer végigjátszani. De a legtöbb játékkal úgy vagyok amúgy, hogy így... Mostában arra jöttem rá, játszok azzal, amit élvezek most. És mostában nem a story-driven játékok ezek. Tehát, hogy valójában Need for Speed-es story miatt játszom. Sea of Thieves, Fortnite, Minecraft, egyik se story-driven játék. De hogy így kikapcsol. Nálam most ez az, ami ilyen húzó dolog. A Knives Out filmek mennyire tetszettek nektek? Nagyon meglepődtem a visszajelzéseken, kíváncsi vagyok nektek, mennyire jöjjön ilyen. Az első ilyen yay, a második nálam ilyen meh. Nem azt mondom, hogy nay, mert kétszer is megnéztem a második részt, és másodikra már nézhetőbb volt, nekem a másik annyira nem tetszett. Az első sem volt, azt mondom, hogy filmtörténeti klasszikus nekem, de jó volt, kikapcsolt az is, tehát hogy így... Azt is szoktam még ajánlgatni az első Knives Out filmet, de a második az úgy nálam olyan... Nem, szerintem nem nekem szólt. És... nem akarok spoilerezni, de hogy picit bugyuta. Tudom, hogy működik PC-n, de 1050 Ti rotyog a gépben, azzal nem fogok tudni új címeket futtatni. Hát azzal nem biztos, vagy csak ilyen minimum grafikán. Ja, és nagyon szépen köszönöm a követést! Há, Ádám Lóránd! Hello, szia, üdvít nálunk, mi újság, hogy vagy? Red Dead 4 óra semmi, tényleg nagyon lassú és át kell kapcsolni hozzá, én a Covid karanténok alatt mentem neki, megnyugtató volt. Epilógusnál azt hittem lesz még 1-2 óra játékból, és volt vagy 12 óra, wow. 1-2 pixel játék, boy, megint le vagyok maradva csettel. 1-2 pixel játékra játszottam már, meg másabb minőségűekkel is, mivel én általában nem figyeltem a sztorit, inkább típus és játékmenet. Van, amikor 5v5-ös szimulációkat nyomok, van, amikor versenyzőset, vagy ami éppen megtetszik és egy ideig nyomom. A hype-al én nem foglalkozok, van, ami mainstream és van, ami ízlés. Nem az ízlés dominál, ha egy játékra rákapok, akkor sok ideig napi szinten foglalkozok vele. Van, amivel több mint egy éve nyomom, van, amihez visszatérek néha. Ez tök jó marker. Tehát ezt úgy hívják, hogy van egy ízlésed a játékokhoz, úgy, hogy van egy személyes preferenciád, és az annak megfelelő játékok működnek. Ez így tök oké. Csúnya játék, jó élmény, fazmafóbiában van 400 plusz órám. Én azt a játékot sose láttam, és nem is... Nem nagyon láttam, meg nem nagyon értem, hogy ez úgy micsoda. De hajrá, jó neked? Igen, több jó és rossz befejezése is van. A Detroit ilyen, több vége van, és menet közben is sokféleképpen alakul. Hú, akkor egyszer ezt ki kéne próbálni. Az is olyan PS exkluzív volt, ami most már elérhető PC-n, nem? De gondolom abban nem egyedül ott azért kell egy jó társaság, ami meg a legrosszabb játékot is felhúzza. Nem feltétlen. De az tény, hogy a csapat élmény tud hozzáadni nagyon-nagyon sok játékhoz. Szia Turul Nemzet, hello! És köszönöm szépen, hogy még dobáljátok még mindig a pontokat a Festő Stream Challenge-ben. Mennyi pontnál járunk most már? 34% már 174.500 pont összejött az 500.000-ből. Oh my god! De szerintem a társas játéknál a társaság az élmény része, abszolút. Nagyon sok játék van, ami amúgy társaság függő is. Tehát, hogy például van olyan ismerősöm, akivel tök jó PUBG-zni, de Warzone-ozni már nem. Vagy tök jó X játékot játszani, Minecraft-ozni, de mondjuk Fortnite-ozni nem. Vagy hogy értek, hogy így játékonként változik az emberek mégis a játék stílusa. És például a csapatjátékokban meg fontos, hogy legyen egy jó csapatdinamika is. Szabi, én fazmózok veled shot után. Sose próbáltam még azt. Én sem, de hogy úgy nem is nagyon mozd bennem, semmit nem tudok a fazmóról, megmondom őszintén. De a Sea of Thieves-ra úgy rá vagyok pörögve, már ízét csinálunk ilyen kincses ízéket is. Ilyen vaultokat, meg ilyen ancient tuclikat, amikhez le kell úszni, és így tök jó. De nem tudom miért, de a Sea of Thieves olyan szinten ki tud kapcsolni. Az is most egy ilyen kis kikapcsolós játék lett nekem. Szerintem az első és a második is nevetségesen minőségtelen volt, de rengeteg pozitív feedbacket kaptam az elsőről, nem is tudtam hova tenni.
Nekem szerintem nem volt gond az elsővel. Végig fenntartotta az érdeklődését, érdeklődés, egész jó volt a sztoria. Nem volt egy hű, de nagy vasszizdasz, vagy olyan orbitálisan nagy fordulat, meg viszonylag kiszámítható volt, hogy akkor most ki lesz az ember, akit keresünk, de szerintem úgy nem volt rossz. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy attól, hogy egy film mondjuk egyszer nézős, attól még lehet jó. De hogy lehet, hogy egyszer neked elég volt megnézni? Én a kiseső vagyok, nekem 2-3 játék van, amihez kell partner, a többiben nem igénylem. Ó, nálam is ilyen. Tehát például Minecraftot nem tudok társaság nélkül húzamosabb ideig játszani, azt vettem észre. Tehát amikor is szerveren vagyunk többen, akkor megy a legjobban a Minecraft. Amikor meg csak így szólóban nyomom, akkor így viszonylag hamar elunok minden mappot. Lehet ezért nem is volt annyi hardcore-unk, vagy ilyesmi, de most a Let's Play-re vannak ötleteim arra a sorozatunkra. Szia Piepu Ágyikó, hello! Mindjárt olvasom tovább a chatet, de úgy érzem, hogy rajzolni is kéne. Egy kicsit legalább. Egy icipicit. Ez Dusk Falls is interaktív és szertek. Tudjátok, mi lenne nagyon durva? Mindjárt el fogom olvasni tokos a kommentedet. Ha lehetne egy olyan chatet csinálni, ami itt van a rajz alatt, és miközben rajzolok, tudom olvasni, nem kell félrenézek, de a streamben nem látszódik. Mekkora 200 ikó ezt? Fú. Vagy ha lehetne egy olyan Photoshop panel addon, hogy csak ide kell félrenézek, és be tudnám rakni a rajzot így a Photoshop panelek közé. Rajz az mi? Jó, streaming, te egész nap rajzolsz, én örülök, hogy néha ilyenkor tudok egy kicsit rajzolni a Just Chatting mellett. Ja, tényleg rajzolsz is, most veszem észre, lol. Ó, Shifty, hogy miért vagy te? Shifty. Szóval, ez Dusk, húztam 3 vonalat, kitöltöttem egy részt, és megint chat. Interaktív és szert, ez Dusk Falls. Interaktív és szertágazó több végigjátszásra alkalmas gép, idén egy nagyobb meglepetés volt nekem, egy nagyon egyedi art style játékban, ami vagy tetszik, vagy nem, de nekem hatalmas, kellemes csalódás volt. Az art style-okra visszatérve, én imádom a minőség, tehát a jó minőségűen elkészített kevert stílusú alkotásokat. És most nem akarom a Need for Speed-t felhozni példának, mert ott a megvalósítás egy kicsit meh, főleg a karaktereknél, de az autó, meg az effektek, meg az a kevert stílus szerintem tök jól működik. Ami példa, Love, Death and Robots megvan? Van benne egy rész. Azt hiszem az a címe, hogy Tanú. Egy ilyen loop, és akkor a saját halálának a szemtanúja a csaj. És az nagyon durván jó minőségű kever stílus animáció, de úgy, hogy libabőr. Tehát libabőr vagyok, hogy belegondolok abban a részbe. És tekintsük most el, hogy van benne nudity, meg van benne minden, de hogy annak a stílusa, az art style-a, az nekem az, amire azt mondom, hogy wow. Hogy amikor valakinek tényleg ott volt az insight, hogy kell kevert stílus csinálni, hát így. Az nekem nagyon. Mi újság, Piepu Ágyikó, hogy vagy? Most már lassan elérek odáig is a köszönésedig a chatet. 1000 éve. A Phasmophobia egy horror játék, ami szellemvadászatról szól, van benne jumpscare, de főként az alapnyomasztó közeg ad hatást. Nincs benne vér, nem hentelés. Ha kell, én is játszom vele szívesen. Egyszer kipróbálhatjuk, ha nem drága játék. Ezt most így mondom. RDR 2 csapatban egy kisebb másik játékot, az acsikat lehet jól csinálni, de van, ahol szerepjáték környezet. Amúgy a Rockstar játékokat előszeretettel használják szerepjátékra, tehát láttam az RDR-nél is, meg az RDR 2-nél, meg ugye a GTA-nál is nagyon durván megy még a GTA 5 RP. Az Oldboy például egyszer néző, és másodszor egy porcikát csak kívánja, de örülsz, hogy megnézted. Technikailag megoldható, de hogyan, Seti? Tell me! Hogyan oldható meg, hogy ott legyen a chat? Úgy, hogy közben ne takarjon ki a PS-ből. Tehát lehet ott is ilyen browser dokkokat csinálni már? Vagy hogy van? Van bot, ami felolvassa, de van benne rizikó, hogy olyan hang... Á, nem, ilyet nem.
Azt nem tudom, hogy ezt kikapcsoltam, mert egyszer volt, hogy bekapcsoltuk valami speciális streamre, hogy azt hiszem a donéteket felolvasta, de hogy azért nem szeretnék ilyet, mert ezek mennek át, tehát szeretném family friendly-n tartani a legtöbb streamet, és mennek át YouTube-ra is. És igen, Lifigura, ez tök igaz, hogy ezért izé. Hogy ez igaz, most is egy romot rajzolok, mondtam én. Na, a princek is az a kedvenc része. A nudity-ban semmi baj. Tök ízlésesen volt abban, és story-driven volt a nudity. Nekem azokkal a nudity-kkal van bajom, amikor fölösleges nudity van. Ami nem ad hozzá se a környezethez, se a sztorihoz, se a karakterekhez, semmihez. Szimplán a rakjunk a pilot sorozat részben nuditit azért, mert így többen fogják nézni a második részt. Nem egy sorozattál van ez, és szerintem ez undorító. De hogy van olyan, ahol meg előre viszi a sztorit, vagy megágyaz mondjuk, érzek, megágyaz a helyszínnek, a hangulatnak, vagy bármi ilyesminek. Szia Erin, hello hello! Szia Chrissy! Pop-up ablakba kiteszed és ablakot streamelsz, nem kijelzőt. De kit akar akkor is, és váltogatni kell, amikor akarom használni azokat a paneleket, amik mögötte vannak. Family friendly, azaz bannolsz? Hát, na ez meg a másik, hogy a text-to-speech-el az a gond, hogy itt van shifty. Veszel még egy bazi nagy szintiket, és elfér a PS mellett a kezednél a chat is. Ha, kösz streamings. Ezzel csak az van, ott kezdődik a probléma, hogy veszel. Szabit sem hallottam még a cicik ellen beszélni. Nem vagy itt akkor eleget. Már no offense, nem számon ki, és még semmi ilyesmi, de hogy ez amit szerintem többször is elmondtam, vagy szoktam hangoztatni, hogy nekem nincs problémám a nudity-val, de az a problémám van, amikor értelmetlen nudity van egy-egy filmben, sorozatban. Mert hogy annak tényleg semmi értelme. Tehát az pontosan azért van legtöbbször, és most bocsánat, de hogy a kétbites alfa hímeket bevonza, és hogy nézzék a sorozatot, mert hogyha egyszer volt benne cici, akkor lehet, hogy lesz még egyszer. Szóval nem szereted az animéket? Nem nézek túl sok animét, de azt nem mondanám, hogy nem szeretem őket. Tehát, hogyha ha nézném őket, akkor mondhatnám, hogy nem szeretem. Én azt mondanám, hogy nem fogyasztok animéket, inkább maradjunk ennyiben. Tehát értitek, hogy addig nem szeretek nyilatkozni dolgokra, ameddig nem láttam. Tehát vagy nem fogom azt mondani, hogy az anime rossz, csak azért nem nézek túl sokat. Az ilyen klasszikus értelemben vett ilyen kapu drog animékből elég sokat láttam. Mondjuk a Dragon Ball-t négyszer az összeset. De hogy... az még nem jelenti azt, hogy nézek animéket, értitek? Biztos, hogy azt hallom meg, amit szeretnék, mert ez már lehetséges, a szelektív hallás, ugye? Hát de valami oka, hogy csak van, hogy nem fogyasztod őket, akkor nem, egyszerűen van annyi más content, amit gyakrabban nézek, hogy most például nagyon nagy sorozat junky vagyok, tehát nálam mindig pörög legalább 2-3 sorozat párhuzamosan. Az elmúlt másfél évben egyszerre egy sorozatra tudtam csak fókuszálni, ezért egy csomó sorozatot elkaszáltam én magamnak, így félbehagytam, de egyszer elő fogom venni és folytatni fogom. De hogyha én egyszer elkezdek egy sorozatot, akkor azt az egy sorozatot végig kell nézem az elejétől a végig, és utána tudok fókuszálni másikra. Régen olyan volt, hogy egy nap 4 rész jött ki, tehát hogy 4 különböző sorozatból jött ki minden nap új részek, sorozatjánkén is vezetnem kellett, hogy mikor voltak a megjelenések, melyiket láttam, melyiket nem, és akkor így naplózni kellett, meg írni, meg minden, és akkor úgy naponta 4 sorozatrészt megnéztem különböző sorozatokból, és párhuzamosan 30-40 sorozatot futtattam. De most már nem tudok ilyet csinálni. Tehát ez így eltört bennem. Ha te nem hagyod abba, a Netflix úgyis elkaszolja, az meg a másik, igen. Én nem akarok átmenni megint Rage-be a mai streamen, de hogy én nagyon ki vagyok a Netflixre, gyerekek. Én most nagyon ki vagyok a Netflixre. Az első húzás az volt,
hogy úgy levette a Superstore-t, hogy még négy rész lett volna hátra, amit nem láttam a sorozatból. 6 évados sorozat, és január 1-jel eltűnt úgy a Superstore a kínálatukból, hogy még csak nem is szóltak előtt, hogy te figyelj, hülye gyerek, húzz bele, mert egy hónap múlva levesszük, nem, semmi ilyesmi. Egyszer csak nézem, hogy este egy... Na, megnézek már egy Superstore-t, nincs. Sehol máshol nincs meg. Ez az egyik. Kettő, meg amit most csinálnak a password sharing megszüntetésével. Még szerencsé, hogy a Khan Connor-t felrakták, mert amúgy már lemondtam volna az előfizumot. Tehát nem azzal van a bajom, hogy megszüntetik azt, hogy vagy ellehetetlenítik azt, hogy jelszót lehessen megosztani, a hogyannyával van a bajom. Tehát ez a 30 naponta bejelentkezni arról az IP-ről, ez most így... Mi van, hogyha én most teljesen ötlet, én kitalálom, hogy a következő egy évben körbeutazom a világot. És felülök egy óceánjáróra, és egy évig csak a világ körül hajózok. Meg kell szakítsam 30 naponta az utamat, hogyha akarom nézni a Netflixet? Come on! Ez annyira nonsense! Jobb is, hogy eltört bennem is, és sokkal jobb az élet. Tehát meg a másik, hogy az összes streaming szolgáltató simán megy 4K-ba. Prime Video havi 800 forintért 4K-ba nézem. Havi 800 forint, és még ingyen szubot is kapok vele. Netflixnél 3500 forint, és csak Full HD. 4500 forint az, hogy 4K-ban nézd. De milyen évet írunk? Ha már itt tartunk a besúgó, miért lett elkasszálva? Az meg a másik, az HBO-ra is fújok rendesen. Én megmondom őszintén, most két streaming szolgáltatás van, amire azt látom, hogy a jövőben előfizetője leszek. Az a baj, hogy az HBO-t úgyis meg fogom szedni. Már meg fogom szívni. Megmondom miért. Mert Warner és DC. És az összes DC-s tartalom ott van fent. És ezért mindent legyelek nekik. De tényleg. De... Per pillanat a Prime Video és a Disney Plus, ami a legelégedettebb vagyok. Hozzáteszem, szoktam szapulni a Disney-t, de nagyon cselesen kihasználtam egy lelkiismereti kiskaput. Mekkorát köptem. Nem fizetek a Disney Plus-ért, mert másnak a Disney Plus-át használom. Szóval így nem támogatom a Disney-t, de elérem rajta a tartalmakat. Tudom, pióca vagyok, meg undorító, meg dolgok, de hogy... De hogy na! Nem, az HBO-nál az a legnagyobb problémám, hogy úgy indították el itthon az HBO Max-et, hogy pontosan tudták, hogy pipeline-ban van a felvásárlás a Discovery-vel, és utána saját streaming szolgáltatóként újraindítják. És megjátszották azt a nem etikus dolgot, hogy azt mondják, hogy fizess elő most az HBO Max-re, mert életed végéig az olcsó áron, és nem egy embertől hallottam, hogy csak azért nem mondja le az HBO Max előfizetését, mert hogy akkor meg fog drágulni, ha újra elő akar fizetni. Spoiler alert, egy-másfél éven belül megszűnik az HBO Max, mert egy új streaming szolgáltatót indít el az HBO, HBO Discovery, vagy nem tudom milyen néven. Ez szerintem rohadtul nem etikus. Ahogy megérzem, egy fapadó streaminget fejlesztünk, de ki van írva, meddig elérhető valami. Ennyit kellene csak. Tehát, mert hogy pontosan tudják, mert hogy fix évre van meg a licensz, és csak egy annyit kellett volna beleírni, hogy a kódba, hogy if license expires in 30 days, send notification to user, már csak 30 napod van megnézni a izét, húzzál bele, ennyi. Tudom, program, nagyon jó programozó lennék. If then that, érted? IFTTT-ben le lehet programozni kb. Meg indítanak 600 sorozatot havonta, aztán mindegyiket elkasszálják az első évadban. Igen, azok a másik. Képzeld, megtaláltam az idei első új art streamert. Na, pocak, dobd majd be a streamer ajánlóba Discordon.
Vicc, az RTL moston néztem vissza a cápákat mindig, és konkrétan két rész közt változtak meg az előfizetői csomagok, és a következő részt már nem tudtam elindítani, mert egyik pillanatra a másikra a Magentával együtt járó előfizóval már nem lehetett korlátlanul visszanézni a részeket, csak az adott futó évadot, de kiakadtam. Az is szép. A Disney Plus felhozata szerintem nevetségesen gyenge a konkurenciához képest, de ez persze szubjektív. Shifty. Szerintem most például a Disney Plusnak van a legjobb felhozatala. Iszonyat wide spectrum. Legalábbis abból, amiket én fogyasztok. A Netflix meg tényleg annyira elment a realityk felé, az meg már nem vonz. Mert a Circle-t se nézem, a Too Hot to Handle-t se, ez egyik ilyet se. Fél évente egy hónapra előfizetek, akkor ledarálom, hogy van, aztán le is mondom egyből. Én is át akarok majd állni erre a rendszerre. Csak az a baj, nálam például még anyu még használják a Netflixemet, és úgy vagyok vele, hogy ameddig nem szüntetik meg ezt a izét, ezt az IP címes dolgot, addig hadd használják, és akkor utána, hogyha ők előfizetnek maguknak egy csomagra, akkor én az enyémet le fogom mondani. És Dripon, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, hello, szia, üdvít nálunk! Streaming persze, nézheted ezt más szemben is, nagyon sok mese van rajta, amit meg szeretnek a gyerekek. Nem csak a mesék, de hogy így minden is. Én most a Futurámát pörgetem ezerrel megint, imádom azt a sorozatot. Igen, de a Go appot nem lehetett fenntartani a váltásig, annyira elavult volt, de attól függetlenül, hogy a Go appot nem lehet feltartani, várjál. Attól még az égisze alatt lehetett volna írni egy új appot, Covilien. Tehát, hogy ez konkrétan jogi mambo jumbo, hogy folyamatosan emeljük az árat. Ez ennyi, amit az HBO csinál. Lezárjuk az HBO Go-t, elindul az HBO Max. Ha most előfizet izé, oké, de amúgy drágább, sokkal. Ja, és amúgy meg fog szűnni, és a következő új előfizet, tehát hogy a következő, ami elindul, majd az olyan áron lesz, mint ami most a legdrágább csomag az HBO Maxnál. Nem, az újabb sokkal hosszabb. De amit arra értem, hogy Kovilé, hogy megvan mondjuk a HBO Maxnak az apja. Lecseréled a Max feliratot mindenhol Go-ra, és ugyanúgy el tudod adni. Én kerestek a Max tesztelésre, és kicsit elszólta magát a srác. Ah, mert hogy megmondom őszintén, az HBO Max appal még mindig vannak problémáim, szóval hogyha még tesztelitek, akkor szívesen írok dolgokat. Első is kedvencem. A felirat legyen már középen, könyörgöm, hogyha nearby screenre kesztelem a képet. Tényleg csak nem fegy ki random továbbra is az HBO Max TV-n is és gépen is. Nem szokottam, hogy... Nem mentél a Warnerhez, maradtam, ahol vagyok. Picit jól tetted, meg egy picit irigy is vagyok. Azért a Warner, tudjátok, DC. Ott szívesen dolgoznék, mint képregényrajzoló, az biztos. A Huntik, a Titánok nyomában fent van az HBO-n, vagy Netflixen, vagy máson? A Titánok nyomában? Az ment ilyen DC Titans? Vagy valami ilyesmi? Nem tudom, nem magyar címről nem tudom beazonosítani sokszor a sorozatokat. De az összes DC-s tartalom az kb. Fent van HBO Max-en. Szóval, hogyha a DC-s Teen Titans, vagy Teen Titans Go, vagy nem tudom, ezekre gondolsz valamelyikre, azok általában fent vannak HBO Max-en. Így X idővel a mozi után ki szoktak kerülni. Amúgy nem baj, hogyha ez a vonalunk nem a legtökéletesebb, megmondom miért. Mert ugye ez egy bőr mask, ami gyűrődik. Szóval onnantól kezdve nem kell tökéletesen egyenes vonalakat varázsoljunk rá, mert mint látjátok, van rajta gyűrődés. Ugye ez a Mucha Libre-s maszk, amit Bane használ. Nem tudom, hogy jól mondtam, hogy Mucha Libre, vagy hogy is hívják? A Max is egy kifutó app, csak a backendet írták az európai szabályok miatt. Igen, tehát ezt mondom, hogy jön majd. Igen. Az egy 2000-es évek elejé
olasz francia sorozat volt, nem tudom. De Shift-t úgy látom azt, hogy nincs fent sehol. Ami jogos, nem ölnek bele a minimálisnál több pénz, a felhasználónak nem jó. Csak ezért várnak el, tehát hogy a... Ne haragudj, no effortért nem fogsz max pénzt kapni, vagy ezt hogy mondjam szépen. Új, jeges Marci. Hanyadik órában? Tegnap jöttem rá, hogy a három igazság ligája film az igazából ugyanaz a film három verziója. Hanyadik órában jöttél rá? Ebben egyetértünk, a felhasználókat lehozzák, szerintem abszolút. Tehát, hogy... Egyből rájöttem, hogy elindítottam a másodikat, szerencsére egymás után néztem volna. Hú, a Snyder Cut-os vitába nem menjünk bele. De hogy én örülök, hogy kijött végül a Snyder Cut, azt is érzem, hogy túl volt hype-olva. Tehát annyival többet nem adott hozzá, sajnálatos, hogy így történtek a dolgok. Ahogy történtek, meg sajnálatos ugye a tragédia is, ami Snyder családjában történt a forgatások miatt, de hogy az is igaz, hogy így a stúdiónak is nagy keze volt abban, hogy mondhatták volna azt a projektre, hogy oké, akkor ezt majd befejezi, aki befejezi, de hogy nem csapjuk össze, mert hogy a Whedon-féle cuttal nekem az volt a bajom, hogy az összecsapott volt, és egyáltalán nem illett az előző filmekhez. A Snyder-féle verzióval meg az volt a bajom, hogy oké, sokkal jobban kibontakozott a sztori, tetszett is, de ez nem egy 4 órás film, a 4-3 meg cseppet sem volt indokolt. A 4-3 csak azért volt ott, hogy kevesebb render idő legyen az effektekre. Röviden. Ha egy hetet kihagytam volna, akkor lehet nem tűnik fel, nem jó a filmes memóriám. Igen, meg ott van kezdésben, végben, mindenben annyi különbség, hogy mondjuk a felénél biztos feltűnt volna. A rövid, a hosszú és a fekete-fehér, ez valami spagetti western. Nimoy kezdke, körülbelül így van. Melyik igazságig eltízted, a rövidet, a hosszút vagy a fekete-fehéret? Aj, nonsense. Örülök, hogy rebootolnak mindent a fenébe, az kész. Hát, ha lesz valami nézhető belőle, én megmondom őszintén, az Elseworlds-ökkel jól fogok lakni életem végéig. Az új Matrix féle Batman, aminek emeltek lesz folytatása, nem értem minek, de oké. Illetve a Joker is úgy voltam vele, hogy nekem tetszett. És ezt nem tudják elvenni tőlem. És szerencsére még nem akarják beépíteni az univerzumba, úgyhogy hála az égnek, minden rendben. Amúgy egy kis morális kérdés, csícset, Lifiguru kommentjéről jutott eszembe, ha van egy bármilyen tartalom, játék, sorozat, zene, film, mindegy, amit már nem érsz el semmilyen hivatalos reseller vagy streaming platformon, akkor is cink lopni torrenten, vagy ingyen streaming oldalakon? Shifty, én erre azt tudom mondani, hogy... Nem szép dolog, de ha egyszerűen nem érhető el, és azért nem érhető el, mert valami hülyeség miatt, akkor nem olyan szégyen, de ha elérhető, én mindig azt preferálom, hogy megveszem. Tehát, hogy nekem például így volt, a Truman Show-t úgy néztem meg. Amúgy ezt még érdemes mindig megnézni, bármilyen hihetetlen. Lehet a YouTube-ról is kölcsönözni. És egész jó áron. Én például a Truman Show-t is a YouTube-ról kölcsönöztem ki, amikor meg akartam nézni, mert én nagyon sokáig nem láttam. Egy csomószor szembe jött egy csomó mém azzal a filmmel kapcsolatban, és én úgy voltam, hogy na, akkor megnézzük, amúgy nem bántam meg.
valami 700 forint volt YouTube-on, és akkor egy napig meg tudtam nézni. De amúgy 1500 forintért meg lehetett volna venni digitálisan. Van, ami már nincs rendes fizetett elérhetőségen, a többi esetben lehet vitatkozni, de valahol nem jogos ingyen kölcsönözni. Én megmondom össze, én azt tudom mondani, hogy érdemes utána járni tüzetesebben, és ezt legális forrásból nézni meg ilyenek, mert hogy azok, akik ezen dolgoztak, is ebből kapják úgymond a fizetésüket, de hogy ez mindenkinek a saját. Tehát szerintem ebben nem tudunk konszenzusra jutni, hogy ez így akkor oké vagy nem oké, ez mindenkinek a saját lelkiismeretére bízódik, hogy így megbékél azzal a tudatta, hogy ezt most letorrentezi vagy sem. Tehát ez szerintem mindenkinél saját magára tartozik. Meghalt művészek képeit se lopod el olyan alapon, hogy már nem tudsz rendelni tőlük. De... az picit más. Szerintem nem teljesen helytálló most a hasonlat, de értem, hogy mire gondolsz, Gergő, és azzal viszont egyetértek. Ja, meg megnéztem végre a Batman Superman ellent, de az konkrétan felbosszantott, hogy mindkettőt úgy állítottak be, mintha idióták lennének. Jeges Maci felfedezi magának a DCEU-t 2023-ban. Imádom a kommentjeidet. Nem egy erős film. Nekem a Man of Steel volt, ami a legjobban tetszett az összes közül. Abból is a rendezői picit hosszabb változat. És de nem volt sokkal hosszabb, de hogy adott hozzá ez a pár plusz jelenet szerintem. De hogy, ja, tehát örüljünk, hogy vége, inkább azt mondanám. Tehát, hogy szólhat belőlem a DC fanboy, de én is látom, hogy iszonyat nagy problémák voltak azzal, amit a DC csinált az elmúlt pár évben, mint film címszó alatt. De közben animated series-ek, meg ezek azok tök jók. Tehát, hogy azokból tök jókat csinált a DC, de valahogy egy filmeknél hibát hibára halmozott. De nagyon durván. De a mai napig az egyik kedvenc animated series sorozatom az az új Harley Quinn sorozat, Kaley Cuoco-val, vagy hogy kell ejteni? Ah, tudtam, hogy valaki be fogja írni a Mártát. Az az legcringebb ever dolog, az a Márta. Zolinkának is érdekes a kommentje, ha valahol meg tudod venni legálisan a Need for Speed Underground 1-2-t, kérlek írd meg hol, amíg nem lehet marad a virágbolti. Mert hogy konkrétan én is az egyik nap futottam ebbe bele, hogy a Need for Speed Underground 2-t akartam játszani. Nekem régen megvolt a játék eredetiben, de nincs meg sehol a lemez. És sehol nem lehet megvenni. Sőt, most az EA azt csinálta, hogy konkrétan az utolsó három Need for Speed játék, ami mindig elérhető. És képzeljétek el, ha kijön három új játék, az Unbound-ot már sehol nem fogjátok tudni megvenni. Ez tök... WTF. És úristen, Imu, nagyon-nagyon szépen köszönöm a kávészünetet. Én ennyi ideje, másfél órája megy a stream. Oh God. Hozok egy kávét, jó? Ha már Nemo volt ilyen kedves és kiváltotta a kávészeretet, akkor mindjárt hozok egy kávét. Csinálunk egy jó kis Q-droppot, mit szóltak. Akkor együtt ugrunk csoportosan egy kis hóbuckába. És mindenki el tud szaladni mosdóba, meg dolgok, és utána folytatjuk Bénnek a nyakával. Valamennyit haladtam. Nem azt mondom, hogy sokat, de valamennyit haladtam. Hamarosan itt a másfél óra, írta is Nimo, igen. Nekem Márta egy rajzzal kiadott szexi verses kötet marad. Ez nekem nincs meg. Ráteszek még egy lapáttal. A mai napig él az EA oldalán a Carbon lapja. Leír mindent róla, de nem tud megvenni.
A másik, hogy meg a Carbon, úristen, azt a játékot, de szerettem. Az ugye a Tokyo Drift-tel együtt jött ki, ami a legjobb halálos iramban film, sőt, majdnem az egyetlen halálos iramban film, amire azt mondom, hogy... És azt se lehet sehol beszerezni, pedig az is megvolt jogtisztán. Mondhatjuk akkor a CNC sorozatot is, meg a Red Alert-eket? CNC... nem tudjuk erről most semmi. Ezt hittem én is, hogy ignoráltál. A Carbon, azt olvastam fel, onnan jött a Carbon. Hogy a Carbon se lehet. Command & Conquer, úristen! Homályosan rémlik valami, de szerintem nem játszottam sokat vele. A Red Alert-ekkel viszont igen. A Red Alert-ekkel igen. Nagyon sok ilyen régi játék van. Na! Tartunk egy 5 perc szünetet. Csinálunk egy 5, hogy ide írok egyet, hogy felkiáltójel. Várjatok! Ilyen szépen még sose írtam le, hogy be right back. Szóval én jövök mindjárt, kérek tőletek 2 perc szünetet, ha már Némo kiváltotta a kávészünetet, hozok egy jó kis koffeinmentest, és innen fogjuk folytatni... Sipirc-pisilni. Megkaptok reklámot, hogy utána ne legyen reklám másfél órán keresztül. És menjen a drop! In the morning and my mind it starts to fade. I don't know if you're coming, but I'm always gone away. Give me all the reasons. Are you losing feeling? Are you gonna be there if I'm falling? Heartbeat's a moment lost in your own head, trying to find the strength to keep it going. Trying to find a reason for it all. Are you gonna be there? Will you be there? Are you gonna be there if I fall? Are you gonna be there? Will you be there? Are you gonna be there through it all? Na, itt vagyok. Szóval, felkeltél drop, írjátok még be. Várunk egy picit, aztán ugrunk együtt. Hoztam Fincsi kávét.
Ez most nem a legfincsibb kávé, de hogy fincsi kávé. Mármint... Van egy új kávé, amit nagyon szeretek, az a baj, az is kapszulás. De... Majd másfélszer, kétszer annyiba kerül, mint ez. Mandulás Cortado, ez a... Nem tudom, hogy a Freiknek van köze hozzá? Frey Mandulás Cortado kapszulás kávé így. De ja, a koffein is az annyira game changer nálam. Tehát ugye nem ihatok túl sok koffeint a vérnyomás miatt, mert a koffein rossz hatása van a vérnyomásra. És ilyenkor este meg azért a placebo effekt megvan. És ez a mandulás Cortado, azt most nagyon-nagyon, de nagyon imádom. Na, aki nem írta be, hogy drop, az kimarad. 3, 2, 1. Mert az ugri-bugri. Ti halljátok amúgy a drop játékot? Lú, ez szépen behúzza. Shifty még beelőzheti. De ez Blue behúzta. Halljuk, igen, jó, akkor szuper. Milyen hang ugrált a gémen? Na mindegy. És egy Blue, GG. És én közben folytatom a rajzot, közben írtatok hosszú üzeneteket is. Nyilván mindenki előtti, hogy a szerzőbe ezeket, attól még jogtalan volt, egy fura dolgom megvan, a Lord of the Rings Conquest telepítettem, lejött hozzá egy frissítés, és azzal az ablakkal találkoztam, hogy jogi dolgok miatt már ezzel nem játszhatom itt, például én is úgy döntöttem, hogy ne, ez az ablak nem fog megállítani. Tehát ilyen van ez a pont, amikor úgy, hogy igen, az ember úgy van vele, hogy na. Éppen megvettem csak azért a gyűrűk urákat a rendezői extended változatban YouTube-on, mert tudom, hogy ez az a platform, ahol valószínű 10 év múlva is meg lesz. Most gondolkoztam, hogy Blu-ray-en meg kéne őket szerezni. Nincs Blu-ray lejátszom. Gondolkoztam, hogy meg lehet szerezni DVD-n, annak meg milyen a minősége. De így, és úgy voltam, hogy a YouTube-ról megvett film, ami egy videófájl, ami a YouTube-on van fent, én annál biztosabb dolgot per pillanat nem tudok mondani, hogy tárold a filmjeidet. Jó, az egész kávé placebo effekt energiát nem ad pluszba. De attól még működik, hát a placebo effekt is lehet hatásos a fáradtság ellen. Én például ezért nem iszok energiaitalt, csak akkor iszok energiaitalt, ha már megittam minden mennyiségű kávét, amit lehetett, és kell valami, mert mondjuk éjszakázom, akkor iszok egy energiaitalt, és akkor viszont nagyon hat. Tehát én sose értettem azokat az embereket, akik minden nap energiaitalt isznak, mert hozzászokik a szervezetet, és semmi értelme nincs. Csak rengeteg méreganyagot viszel be. Szia Márk, hello, hello! Jó reggelt, jó bénteket! Itt adjátok sorra jobb stream név ötleteket. Úristen, várjatok, ezt most átírom. Megszavaztátok, béntek, tessék, ez lett az új neve a streamnek. Meg mi volt még a másik, amit fentebb írt valaki? A... Ne bénázzuk el? Azt a Dani írta még az elején. Mit nyertem? $1,000,000? Jól hallom? Nem, Blue, mossál fület. Nyertél egy doboz Q-tippet, fültisztító pálcikát. Ó, megint a subscription a téma, a legbiztosabb torrent, de ezt nem is írtam le. Nem már, nem a subscription, igen, valamennyire az volt a téma. De hogy például Shifty dobta fel a témát, hogy mi van akkor, hogyha sehol nem elérhető valami, akkor is etikátlan a torrent. És így az arra konszenzusra jutottam, én, nem ti, én, hogy mindenki saját magának a lelkiismeretével kell elszámoljon. De például mondtam alternatívának, hogy YouTube-on egy csomó filmet meg lehet venni. Na most, hogy ezt megvitattuk, én le is lépek, megyek csapatépítőzni. Jó, a Shifty, dobd be ide a granátot, aztán fuss el. Csá! Szép csapatépített. DC megírta, mi az a FBV, csak hogy ne itt off-foljak. Ezt most látnom kell. Miért ott van a Discord? Discord, menj vissza a monitorodra.
Ó! Így már megvan, csak a rövidítésben nem volt meg. Meg ugye a fly-by-wire kifejezés másra is szokták használni. Tehát onnan vette gondolom a csapat is a nevét. Nekem az is új, hogy az MSFS-ben vannak új fizetős gépek, vagy csak így annyira nem játszottam sokat a játékkal. De kösz az input, Zolinka. Köszönöm, köszönöm. Imádom az ilyen kedves embereket, akik veszik a fáradtságot és így megírják külön a dolgokat, így wow. És ha véletlenül fel lesz telepítve a Flight Simulator, legközelebb, amikor találkozunk, az a Zolinka hibája. Valahol. FBV, Facebook, waifu. Nem, az a te csoportod. Az a te csoportod már. Nani? Uvu? Nem tudom amúgy, miért utálod ennyire a Flight Simet. Ja, de amúgy ma már emlegettünk téged már. Feljött a híres nevezetes Horizon Zero Dawn végigjátszás témának. Milyen jól végigjátszottuk. Csak akkor teheted fel, ha a repcsivel rajzolsz. Ó, ha lennék olyan biztos a repülő tudásomban, hogy flight plan alapján ki tudjam rajzolni azt, mint olyan most az legutolsó legyártott 747-es csinált. Azt láttátok? Úristen. A USA fölött legurult az utolsó Boeing 747-es a gyártósorról, és azt hiszem a teszt repülése alatt, nem olvastam el a cikket, csak a képet láttam, így egy koronát és egy 747-est rajzolt ki az égre. Picit sajnálom, hogy ugye a 747-eseknek így annyi, de hogy abból a szempontból nem, hogy ez a környezetünknek jobbat tesz. De most ugye most azt hiszem a Dreamliner a... gyerekek, ezt soha nem fogjuk meghúzni. Majdnem! Majdnem! Vagy a Dreamliner az utódja, aminek sokkal jobb üzemanyag efficiency-e van. Üzemanyag spórlása meg dolgok, értek? Én vettem egy másik A320-as is, ami most az Etalon gépnél, meg egy Boeing 737-es, sokkal jobbak, mint a gyárja. Az Airbusnál nem találtam olyan gombot, ami nem működne. Wow! Húsik, ezt nem merem elolvasni. Mit írtál a DC-n, Jézusom? Jó, köszönöm szépen! Nem mentesz? Ó, de, mentek, köszönöm. Mentős emotút nem csináltunk, azt felejtjük el mindig. A réteg meg a mentő emotot. Jó meetinget neked, Kovirél, köszönöm szépen, hogy itt voltál. És Inorszú, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy te is bedobtad a rajzfestő challenge-be a pontokat. Hú, zuhanás közben valamit rögtönzöl. Ó, Gergő. Te itt voltál, amikor megpróbáltam átrepülni az összes Duna híd alatt? Olyan szépen pattogtunk meg a hidakon. Ó, jó kis Flight Simulator streamek. Valljátok be, egy élmény volt, akkor azt néztétek, hogy 3 órán keresztül egy nyomvat repülőtérre próbálok leszállni, és akkor sem sikerült. Majd kudarcosan így szomorúan feladtuk, és többet meg sem nyitottuk a játékot.
Ám még nem ismertek akkor, mikor én jöttem, már rajzoltál. Hát ez így rajzok között volt szerintem a Flight Sim fellángolás. Nem tudom, hogy tőlem kérdezed-e, de szerintem voltam itt pesti hidazásnál. A Márkot mondtam? Gergőt akartam, bocsánat. Erin, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hozzájárultál, meg mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hozzájárultok a pestős stream létrejöttéhez. És apropó, ha már Discord, meg üzenetek, meg dolgok. Valaki lenne olyan nagyon kedves, és csak annyit benobda nekem Discordon a izé szobába, az aranyhalba, hogy XP-ben remote. Hogy nézzem meg, hogy mi a fészkes fenéért nem csinálja a brush méret állítást. Mert mostában többet kéne brush méretet állítsunk, és egyszerre nem működik. Pedig már egyszer beállítottam jól, és működött. Sőt, még egyszer Saxonnak is segítettem jól beállítani, és az is működött. Szóval nagyon szépen megköszönöm, hogy valaki ír erről egy memót. Zöldfoki szigetek Budapest 5,5 óra volt egy szabad délutánom. Mi egyszer elmentünk Budapestről Győrbe, egy 747-essel. A győri reptéren próbáltunk leszállni. Olyanokat pattogtunk Kertvárosban. Egy hátsó udvarban álltunk meg végül. Akkor csak rajzoltak is előzetesetből, hogy volt játsz, és mindig volt játszi a csatornán. Jó, volt, hogy hónapokig nem játszottunk semmivel, de hogy... Vagy nem? Vagy tényleg volt olyan időszak, hogy csak rajzoltunk? Most elbizonytalanodtam magamban. Jó, de tudjátok, az én időérzékem az így... Olyan rég használjuk ezt az overlay-t is, nem? Ideje lenne egy újat csinálni, nem? Fun fact, már többet használtuk ezt az overlay-t, mint az előzőt. Pedig csak egy hónapja van. Jó, az előzőt időben használtuk sokszor, ezt meg már stream számban használtuk sokszor. Én mindig elfelejtem, de szerencsére valaki mindig emlékeztet rá. A leszállás külön öröm, főleg ha sikerül elsőre is. Melyikre, mire gondolsz, Erin? Mit felejtenél el mindig? Biztos volt olyan időszak, amikor rendesen dolgoztál. Fú, te. Így, bünti sarok 10 perc. Csak hogy legyen időd neked is rendesen dolgozni. Ez most jó érzés volt. De szeri van streaming, tényleg. Csak ez most jó érzés volt. Le is veszem róla. Ha le tudom. Így. Hadd puffogja ki magát most, hogy hékás! Nem, az a baj, Gergő, ezzel mindig fájó pontot érintesz, mert hogy én megmondom őszintén, végtelenül irigy vagyok rád olyan tekintetben, hogy hogy te egész nap rajzolhatsz. Én meg így, nekem csak ezek, sajnos csak ezek a streamek vannak. És még ilyenkor is többet foglalkozom a chat olvasással, de hogy tök örülnek neki amúgy, hogyha tudnék ebbe az irányba elmozdulni. Bár az tény, hogy a tudásom az még ahhoz szerintem a béka segge alatt van, meg több anatómiát kéne tanulni, meg ilyenek, szóval, hogy így. Szóval ne haragudj a Téóért, ez most inkább ilyen mémesített Téó volt, nem szigorú Téó, ha még itt vagy. Szia Giro, hello! Tudok olyan csatornát, ahol csak kéri a streamer a Téót a nézőtől, és a néző magát téóztatja chat parancsal.
Ó, ilyet én is láttam már. Szóval szerint van streaming, ha még itt vagy. És remélem nincs harag a TU miatt. Sose haragudnék ezért, én is így nyomnám, mert zokogok. Ó, szóval te is TU-oznál, akkor nem merek ezen túl írni, maradok lörgben. Akkor nem merek ezen túl majd írni a chatedre így. Így. Csak onnan fogjátok tudni, hogy ott vagyok, hogy ne tudjon könnyen kitéhozni Gergő, hogy bejátszok egy nyenyenyét, vagy bejátszok egy hugrabugot, és kezit csókolom. Ez elég gyors 10 perc volt, Gergőnél gyorsabban telik az idő. Meg donétért lehet téhoztatni a másik nézőt. Hát de az már payball. Tehát ilyen koordinárisan alap feature-t elrejteni fizetés, meg kappa. Tehát ugye a kappa lemaradt a fejemről, remélem érzitek. Tehát koordinárisan... Nem úgy folytatódik ez az ér, ahogy kell neki. Kicsit elrébb van, hogy... Elrejteni az így... Duzzadnak azok az erek itt a nyakán. Szerintem menjél elég is egyelőre, menjünk a kézre, mert hogy mire ezt a Michelin babát megrajzoljuk, Jézus Atya úr is, hát ez nem két streames, ez négy streames rajz lesz. Ezt már most látom. És úristen Kylo, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 22. hónapot. Én dolgozom, de te inkelgessél CKA, ez az, mert te jöjjön a CKA. Szeretet ölel, és nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon cukor vagy. Teszik rete... Ó! Oh. Hát az a gomb, az nem a cukor spam kéne legyen. Egy pillanat türelmet kérek. Mert importáltam egy régebbi profilt, és úgy látszik, ott még a régi emote nevek voltak. Na most. Úgy, yes! Nagyon jó, de tett, hogy adtál neki. Ah, most már megbántam, hogy korán levettem. A bitekkel mindig gondom van amúgy, arra bármit is olyan nehezen tennék. Bitekre? Hogy érted, Gergő? Annyira szeretem, hogy ilyen zenéket hallgatunk most már streamben. Tudom, hogy nektek már lassan a könyökötökön jön ki. Ugye erről is csináltunk majd valamikor egy szavazást. De én nagyon szeretem ezeket a zenéket. Nem szeretek vonalakkal szőrözni, de néha muszáj. Most tényleg dolgozom, szóval majd egyszer remélhetőleg rá. Jó van, Kylo, jó munkát! Hát ez egy fizetős funkció is, ami az és mi az, ami azzá tenni az ember egy streamen? Tehát csinálok rá egy gombot, ami gyro TU-zása lenne, lehet másnap megjelenne belőle a sportkocsi. Mondok mást, ha lenne egy olyan gomb, amivel az összes kompániást ki tudod téhozni, egy gombnyomásra, másnap megrenne a sportkocsi.
Anyway. Na, megy az Unfollow kompánia mind felett. Fúú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 
egyből jön a hét komment. Mi újság, Kiepu Ágyikó? Te lörkerek gyöngye! Gyertek, nem tudok csak úgy megállni. De ezért sikerült. Mi ott játszol most? Direkt azért is kérdezek, hogy még többször le kelljen pauzold az online játékot valószínűleg. Tudom, hogy ilyenkor ezt nagyon szeretitek. És hát én egy nagyon kedves ember vagyok, tudjátok, hogyha valaki... Ha tudom, hogy valakivel így tudok kicsit szívózni, akkor én nem állom meg. Astrokolonit próbálom képpen. Na és milyen az az Astrokoloni? Én még nem hallottam róla. És közben nagyon szépen köszönöm a követést Zitának. Hello, szia, üdvít nálunk. Mi újság, hogy vagy ezen a... Hófötte? Péntek délutánon. Egyszer már csak kitalálom, hogy mi van. Vagy csak eltalálom. Hú, a crosshatch külön réteg lesz. Párat megcsinálok, amit úgy érzem, hogy jó lehet, de a crosshatch az nagyon külön réteg lesz. Tehát ahhoz, hogy például ilyen szép vastagot tudjunk csinálni, látjátok, sokkal hátrébről kell kezdjük. És még így se annyira az a marzullós vastagról vékonyodó crosshatch. Szóval, ja, a pár ilyen kis stripe-ozást megcsinálunk most, de a többi az... Az biztos, hogy külön réteg. Annyira nem jó reggel becsípődött a derekam. Az nagyon rossz tud lenni. Hát jobbulást hozzá. Hülye kérdés, tudom, de esetleg próbáltad kinyújtani? Tudom, hogy ilyenkor nagyon fáj, de tud segíteni rajta. Tehát, hogy... vannak amúgy YouTube-on is fent tök olyan nyújtó gyakorlatok. Milyen rendes vagyok tényleg, itt jön valaki, beköveti a csatornát, és az első az, hogy átirányítom YouTube-ra, hogy keressen nyújtó gyakorlatot. De hogy nekem például szokott segíteni, én szoktam csinálni ilyen YouTube-os gyógytornákat néha-néha. A régen a nyakammal volt nagyon-nagyon sok probléma, meg a hátammal, akkor azok segítettek. Ennek a bénnek kicsit olyan a kézfeje, mint amit beletettek a gofrisőbe. Gyűrödik a kesztyű, Gergő, gyűrödik a kesztyű. Ó, nem jobb. Ó, sajnálom. Akkor a másik opció, ami ha fizikálisan nem tudunk segíteni a fájdalmon, akkor próbáljunk szellemileg csoki, forró tea, kanapé és chill. Ez mindenen segít. Főleg a csoki. Sőt, ha van a csokiból, szívesen fogadok. Hashtag utálom a diétát. Jó, nem utálom a diétát, mert nem utálom a diétát. Pozitívan kell hozzáállni a dologhoz. Olyan jó beach buddy-m lesz nyára, hogy lesz a behú. De azért a csoki. Mondjuk van nekem diétás kekszem. A hétvégén megyek ki a nyomékhoz, meglátogatom őket, és mondta, hogy ott lesz mamám is.
és ő cukorbeteg, úgyhogy ma voltam az Aldiban is, vettem az ilyen zéró cukros sütiből, és akkor ott úgy voltam, hogy hát igazából ez alacsony kalória számú, szóval igazából én is ehetem, úgyhogy vettem egyet magamnak. Állatos keksz, nem? Ez ilyen a... két nagy kekszlap és közötte csoki töltelék keksz. Giro! Most, ha lenne energiám, csúnyán néznék rád. Nem, nincs meg. Megmutatom. Végül is azért hozom be, mert ennyi akarok belőle. Ilyen. És azt írja, nem néztem meg a boltba, hogy egy darabban csak 55 kalória van. És kb... jó... tele van szénhidráttal. 13 gramban 8,7 gram szénhidrát. Az nagyon sok. Egy darabban csak 55 kalória? Blue, mit küldtél? Lekattinthatom streamben? És abban mennyi szénhidrát van az állatos kekszben? Ha nem haragusztok, én egy szemet ebből most ellopok. Hát nem arra vettem, hogy egy ültőhelyembe megegyem az egészet. De ezek után nem fogom. Tuti sok. Állati sok. Igen. Én szerintem olyan állatos kekszet sose ettem. Hát ez nem túl nagy, és ebben tényleg 55 kalória. Az annyi kalória, mint egy műzli szelet. Ez. Köszönöm. Jó kis kávéval. Az a baj, finom. Nem ment félre. Jó, innentől tudjuk, hogy a szervezetem nem kívánja a kekszet. Nem ment félre, véletlenül se. Visszavág a kalória. Látjátok, a szénhidrát gyilkol. A szénhidrát rossz. Ez 8,7 gramnyi fuldoklás volt. Élőadásban halt meg a közepesen ismert streamer. Élőadásban halt meg a kevésbé ismert streamer, maradjunk annyiban. Szia Nicolette Girl, hello. És Bennettnek nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, üdvít nálunk, hello, szia. Köszönöm szépen Nicolette Girl. Sajnos a kekszek, mivel lisztes, ezért sok a kalória, nem véletlen a kenyérben is sok. Igen. És Dave, nekem meg köszönöm szépen. Fú, ezt még tavaly szeptemberben rendeltem, ezt a sapit, és így októberre meg is jött. Mert sajnos még mindig akkora a fejem. Ahogy ezt nem értem, fogyok! Majdnem 10 kilót lefogytam, a fejem, nézzétek meg! És ez a sapka 8-as amerikai méret. Ami azt jelenti, hogy 63,5 cm a kerület. Ennél nagyobb sapkát nem gyártanak a világon. Kész.
A New Era sapkák közül ez a legnagyobb sapka. 8-as. Nincs nagyobb. És szorít. Az USA-ból rendelem. Szia, hello, hello! Hű, az szép nagy darab, ugye? Az a sok ész el kell férjen valahol. Ezzel senki más nem tud itt menőzni, hogy mekkora feje van, mennyi esze. Az csak én. Nem vagyok elégedett a vonalaimmal. De figyeljetek, gyakorló darabnak ez is jó lesz, nem? Műsek Zsola, hogy vagy? A nagy tudásnak sok hely kell. Látjátok, Cliffy is megmondta. Biztos olyan okos a fejed, hogy bírnak rá sapkát tervezni. Oh. Jó, hogy Artból sajnos nekem sem mozdul, arra értettek, hogy nem... Ah. De hogy így... Come on! Hát láttam már akkora nagy darab rappereket is, akiknek ilyen sapkájuk van. Nem hiszem el, hogy az én fejem nagyobb. Nem tudom most lemérni a fejemet, de nekem is busa fejem van, ha ebben kell versengeni. Blue? Mindjárt te kapod a tejet. Ők csak az igazat mondják. Ne bántsd őket. Végre valaki jót mondott rólam. Életemben egyszer, erre jön Blue, és azt mondja, hogy hé, ne hazudjatok már ennyire. Jó volt, ameddig elhittük. Én sem vagyok elégedett a vonalaimmal, szóval ha felépülök a bookfence-ből és kiengedem magam, akkor elkezdek futni. Wow. Én most már lassan 2 hónapja küzdök, hogy eljussak odáig, hogy kocogni tudjak, és ne menjen 120 fölé a pulzusom. Úgyhogy váó, hajrá a futáshoz! Fuss el Mordorba, te is! Egyébként semmi, végre hétvége, kezd végre kialakulni, hogy mi lesz a melón, meg bíznak is már rám dolgokat. Na, gratula! Nem bízhatsz bennük, mindegyik a pénzedért van veled. Blue, te mit szívtál? Vagy rossz chat. Őszinteség szérum volt. Micsoda comeback! Azt a durva! Ja, hát nekem is fennszorgás lesz az elején, azt tuti régen, amikor rendesen futottam is, inkább kocogás volt az. De ezzel nincs is probléma, én még csak kocogni se tudtam soha. Tehát nekem most az a nagy trúváj, hogy megtanulni első körben úgy sétálni, hogy kapjak levegőt, és utána úgy, hogy akkor abból lehessen kocogás is, meg akár később futás is. Megmondom őszintén, terveim között szerepelt, örülnék neki, hogyha idén le tudnék sétálni egy maratont. Ami röpke 8 óra. De hogy tök jó lenne. Ezt így kiötlöttem magamnak. A múltkor már 10 kilométert lesétáltam, ami az egynegyede volt a maratonnak, és mindezt úgy, hogy az egy órás erőnlétjegyzés után. Szóval... Yes! Démonértó, fú, nem állok mostában túl jól, mert hogy ugye a lábujjam miatt most másfél hétig nem tudtam kimozdulni se a lakásból, mert műtötték ugye a lábujjamat, és... mindjárt megmondom. De ma már voltam sétálni 4 kilométert, majdnem utolért a pace marker, és 39%-nál vagyok. Az idő 37%-ánál. Tehát idén 92 kilométert sétáltam, és még 141 van hátra Brie-ig,
És akkor utána jön a nagyobb menet, a biciklizés egészen Rivendélig. Szakik? Persze, hogy szakik, Szabi, hogyha nem zárod le. Azt a bütykös ujját, mert komolyan mondom. Így. És úristen, Margaréta lány, nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet! Sziasztok, kedves Margaréta lány nézők! Én Szabi vagyok, Alia Szexó, grafikus. Itt főleg képregény stílusú rajzokat készítünk, most a chat megszavazta, úgyhogy most egy B-t inkelünk éppen. Az eredeti rajzot Robert Marzullo készítette, én az inkelésben próbálok most kibontakozni jelenleg, és most látom, hogy ezt a részt ki se töltöttem. És nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, mi újság, hogyan telt a stream, mi ott csináltatok? Exóból többször is kettő lesz. Lifita mindenhol lörkölsz. Szia Menta Levél, szia Viki, Vici vagy Viki. Szia Nagyani, szia Void, hello, sziasztok, szia Ben. És nagyon szépen köszönöm a követést a Rick Fighternek, hello, szia Vic nálunk. Szia Virslis Papucs, hello, hello. Szia Márki Zaj. És Menta Levélnek is nagyon szépen köszönöm a követést. Szóval itt általában ilyen just chattinges rajzok szoktak telni. Ami úgy néz ki, képzeljétek el, hogy az öreg Szabi, értelek 30, nem tudom hány éves vagyok, de hogy így mindig találok magamnak egy témát, amin tudok egy kicsit rage-elni, és akkor szoktunk rage-elni a streaming szolgáltatókon, szoktunk rage-elni mindenen, és közben meg rajzolgatunk, meg beszélgetünk. És az előbb például pont még ugye a diétáról, meg a sétákról volt szó, mert hogy én belekezdtem egy erősebb diétába, meg egy erősebb séta programba, ami azt jelenti konkrétan, hogy elsétálok Mordorba. Ami röpke... Jó, az elsétálok, elmegyek Mordorba. Röpke 3000 km, amiből 2000 km biciklizek és 1000 km gyalog teszek meg, és annak az első etapját, január elején kezdtem, az első etapja Brie-ig 233 km-ből, mert majdnem 100 km-t lesétáltam. És november óta már fogytam 8 kilót, úgyhogy ez meg megint ez az. De igazából valószínűleg jobban érdekel az, hogy hol tartok Mordorba vezető úton, mint hogy mit mutat a mérleg. Tehát hogy ez így mindent elmond rólam. És tényleg üdvözlök mindenkit itt, és tényleg nagyon szépen köszönöm a követéseket Menta Levélnek is, Chineosnak, vagy Kineosnak, Karinyikusnak, Valdar Vikingnek is, és Tofon Fafunak. Hello, sziasztok, üdvét nálunk. Szóval, jó rajzolás, mi tablóképeket folytatok. Annyira jók azok a tablóképek, főleg Taraxét tetszik nagyon. Szoktam néha lörkölni, nem mindig köszönök be, mert munka közben, tehát pont olyankor szoktál rédelni, amikor én még vagy dolgozok, vagy valami, és így meg meetingekes dolgok is, így nem mindig szoktam beköszönni amúgy, de azok a tablóképek, azok is iszonyat jól néznek ki, meg úgy tényleg, jaj, aki esetleg nem ismeri, óriási shoutout Margaréta lánynak. Most már kétféle sónk is van. Van egy ilyen sónk, meg van egy ilyen sónk. Jól írtam? Igen. Jó, nem jól írtam. Kicsit nehéz úgy gépelni, hogy egy rajztábla van a billentyűzet fölött. Van egy ilyen show is, mert tényleg nagyon jó kis rajzokat készít, iszonyat viccesek, az okos pingvinek a kedvenceim. Azok annyira 10/10, ilyen lelkemből szólnak legtöbbször. Szóval mindenképp érdemes őt is bekövetni, hogyha valaki szereti a rajzos beszélgető streameket, mert ha valakinél nála vannak. Meg nagyon sok más streamernél is, de hogy értitek, hogy értem, na. És nagyon szépen köszönöm a raidet, és üdvözlök mindenkit itt!
Szökik. Szökik. Itt viszont zavarni fog, hogy nem fogjuk látni a kendőnek a szélét, úgyhogy itt most gyors korrekció. És azt mondom, hogy hagyunk neki egy kis körvonalat. Úgy, egy kicsit jobban el fog válni majd a mellkastól. De hogy, úristen, mennyi hurka van ezen a bénen, az nagyon durva. Na, ma mind rage-elünk, Ózsola, már rage-eltünk mindenen is. És Szúznak is nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, üdvít nálunk, hello, szia. Meséljetek, hogy vagytok ma. Igen, ott tartottunk, hogy hol tartok a izény, 90 km volt, azt hiszem. Én akkor szerettem meg a futást, amikor megtanultam lélegezni, a lényeg, hogy sosem szabad kinyitni a számot, ha kevés a levegő, akkor lassítani kell, nem szájat nyitni, és így élvezetes. Új, jeges maci, ne is mondd, mennyit szenvedek én ezzel. Tehát, hogy így nálam folyamatosan probléma, hogy... Hopp! Rossz gomb. Nincs parancs az apra, a The Conqueror Challenges. Pillanat, öcsém hív, majd visszahívom. Így kell leírni. És ez a neve. Fizetős, de viszont kapsz egy tök menő érmet, meg egy gyűrűt, hogyha teljesíted az első szekciót, és utána, hogyha teljesíted az utolsót is, akkor kapsz egy olyan medált, minden szekció után kapsz egy medált is. Az utolsó medál az így a Mount Doom, a, hogy hívják a magyarul, végzett hegyének a izéjét tartalmazza, vagy a belső kráterét, és bele tudod rakni ott a lábába a gyűrűt. Tehát itt zseniális. Étkezésedben mennyire kellett a diétához változtatnod? Sokat? Én sajnos diétára alkalmatlan vagyok, életem mottoja, fájdalom nélkül nincs pizza. Fú, nem is az, hogy a diétára kellett sokat változtatni, mert az már csak egy pici lépés volt. Az elmúlt másfél évben kellett gyökeresen megváltoztassam az életrendemet. Tehát a legelső fél év az arról szólt, hogy letettem a cigit. Utána a következő fél év arról szólt, hogy elkezdtem több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, és most a harmadik fél évben arról van a hangsúly, hogy az, hogy már beépítettem az étrendembe, hogy több halat, zöldséget, gyümölcsöt, ilyeneket eszek, hogy most már diétás étrendet tartok, és több testmozgást is viszek bele. Tehát, hogy ez nálam egészségügyi okok miatt tudatosan kerül kiépítésre egyre jobban, de így, hogy minden etapban megvolt a fókusz, tehát megvolt az, hogy mondjuk most arra kell odafigyeljek, hogy jó, akkor nem cigizek többet, vagy most arra kell odafigyeljek, hogy jó, akkor kevesebb cukrot viszek be a szervezetembe, meg ilyenek, így kicsit könnyebb volt, és nem azt mondom, hogy, tehát, hogy igen, hangzatosan a diétázok kifejezést szoktam én is használni, de ez inkább egy ilyen freudi elszólás akar lenni, vagy nem tudom, nem jó kifejezés, mert hogy életmódváltáson esek éppen át, tehát ezért nem olyan megerőltető. Viszont mivel, hogy nagyon jól halad a testmozgás és a diéta, amit csinálok, a diéta, az étrendváltozatás. Tehát nagyon jó az új étrendem, és nagyon jó a testmozgásom, ezért többször engedhetem meg magamnak, hogy csalok. Mert az edzőm azt mondta, járok egy személyi edzőhöz, aki olyan emberekre szakosodott, mint amilyen egészségügyi kondícióm nekem van, és így biztosan nem halok meg a konditeremben. Azt mondta az edző, hogy heti 1 kiló az, ami természetesen kényelmesen jó, ne ereszkedjen meg a bőr, ne legyen túl hirtelen a fogyás, minden ilyesmi. Meg ugye közben, mivel hogy erőnléti edzést is csinálunk, ezért ugye izmot is próbálunk építeni. És az a heti 1 kiló fogyás az így azt mondta, hogy az kényelmes, ezért több csalót is tudok tartani ahhoz, hogy a heti 1 kiló maradjon. Ó, és Blue-be is linkeltek. Köszönöm szépen, Blue. Aranyember vagy. Szóval, hogy így annyira nem megerőltető, de hogy
a sóvárgások gyakran előjönnek, főleg amikor mentálisan nem vagyok azon a... nem vagyok a toppon, vagy éppen nehezebb időszak van, stresszesebb, akkor nagyon sokszor van az, hogy most is próbálok ilyenekkel csalni, csak most vettük észre, hogy ebből 13 grammban 8 gram szénhidrát van, szóval nem a legjobb csalás, pláne nem ilyen késő délután. Mert hogy ugye a szénhidrátot az délután számíztuk az étrendemből, tehát lehet jó minőségű szénhidrátokat bevinni, de inkább délelőtt. És este fele inkább csak főleg fehérje. Nagyon ügyes vagy. Gratulálok a teljesítményhez, csak itt vár. Nagyon szépen köszönöm. Én is ezt csinálom, annyit edzek minden nap, hogy simán mehet a pizza, mehet a chips. Én zöldséget, gyümölcsöt nem nagyon eszek, kevésnek találom bennük a húst. Én is ilyen ember voltam, és... ezen lehet változtatni. Bármilyen hihetetlen, de csak az kell, hogy legyen három különböző típusú olyan zöldségköret, vagy zöldség valami, amit nagyon szeretsz, és azt onnantól kezdve tudod rotálni, és nem unod meg. Tehát nekem november óta majdnem minden vacsorám az sima saláta. Megveszem ezt az acskós kevert saláta alapot, vágok mellé paradicsomot, uborkát, lilahagymát vagy újhagymát, amelyiket éppen vettem, 10-20 deka sonkát belekockázok, egy icipici olívaolaj, só és balzsamecet. Ennyi. Ezt összekeverem egy ilyen tálban, és ez három napi vacsorám. És kész. Ha még esetleg nem volt elég, és még éhes vagyok, akkor szoktam ízét enni, sonkát, vagy egy kis jútúrot, vagy valami hasonlót hozzá, ami szintén több fehérje. Tudom, hogy a jútúró az nem olyan jó, mint a sima tehéntúró, mert hogy az lenne a legjobb ilyenkor, mert az kb. Kőkemény fehérje forrás, de én nem szeretem a sima tehéntúrót, ezért jútúróval csinálom ezt. Tehát meg kell találni az én kis kompromisszumokat. Jútúró, nem úgy, juhával a végén. Széke gyerekként nálam a jútúró az ilyen alapeszköz. Túró, hiányzol a túró. Fú, nekem az igazi székely jútúró hiányzik. Mert itt Magyarországon, amit lehet kapni, ezek inkább a szlovák brönza utánzatok, vagy arra hasonlító jútúrók. Az ilyen erdélyi jútúró az ilyen... nem hiába hívják lábszagos túrónak is, vagyis hallottam már, hogy valaki úgy hívja. Nagyon büdös, ilyen szürke, és nagyon erőteljes íze van. De szerintem zseniálisan finom. Zsola, 5000 pont! 5000 pont, figyelek! Meg Szeti, tőled is. Üdv Székelyföldről! Eszter Miklós, hello, szia! Annyit segíts nekem, hogy Eszter vagy Miklós, mert lehetsz Miklós Eszter is, meg Eszter Miklós is, szóval... melyik? $360-on azt nekem adom, a többi meg hitelbe. Jó, rendben, megbeszéltük. És Márkizaj kiváltott egy csoportos ugrást. Az gyors volt, Szeti, bocsánat, úgyis mellé esel. Innen látom, hogy ez mellé megy. Reszetelünk egyet, és nyomunk egy Q-droppot, várjatok még nem vette be. Na, most mehet, felkeltője a drop mindenki. És tudtak emóttal is ugrani, hogyha esetleg valaki nem ismerné a drop játékot. A balansznak meg kell lennie, én azt vallom. Ha az lenne a célom, hogy bodybuilder legyek és versenyre menjek, akkor érteném, hogy kínzom magam, mert a cél szentesíti az eszközt. De hogy ha arról van szó, hogy ne nézek ki úgy, mint a malacka, amit megeszek a pörében, akkor az is jó út, amit most nyomok. Abszolút én is így vagyok. Az első két hónapot nagyon durván megtoltam. És most én is egy kicsit lazábban tekintek a diétára. De azért, hogy hosszú távon fenntarthatóbb legyen. És ez tök oké. Tehát, hogy... de így is megvan a tendencia. Tehát, hogy így... Én örülök, mert így is megvan az a tendencia, hogy haladok szép fokozatosan lefele. És... az, hogy ez a póló, ezt már nem tudtam felvenni tavaly nyáron.
ez amúgy nagyon szeretem ezt a Transformers-es pólót. Optimus Prime alakul át rajta. Lehet, hogy egy kicsit kopott, de az azért van, mert sokat hordom. Hogy tavaly nyáron ez a póló már nem jött fel rám, mert így feszült, szorult, no. És most, hogy megint tudom hordani, ez rohadt jó érzés. Ez így megéri. És így erőt is ad amúgy a diétához, tehát, hogy így nagyon jó. Tehát, hogy az a durva, hogy saját magamon, én csinálok amúgy képeket két havonta magamról, így alsógatjában tudjátok a tükör selfie, így, hogy majd a végén legyen előtte, utána meg progression, de ugye, ahogy fotózom saját magamat, vagy nézem saját magamat, nem látom, viszont sokkal könnyedebbnek érzem magam, könnyedebb a mozgásom, kevésbé fulladok ki, meg ilyen. Szóval így ez a 10 kiló is már érződik, csak most már azt szeretném, hogy most szép lassan látszódna is, tudjátok. Úgy kell az a kis fehér vonal oda, kicsit elkülönüljenek. Könnyebben megy a kredenc, na az is. Viszont látjuk, azért a pocak már nem akkora, ha te nem is látjátok a pocakomat. Még csak a cicimát sem. Szia banyánk, hello. Ó, már 2 óra megy a stream, na se baj, majd visszanézem. Mindig visszanézhető itt Twitch-en is, meg YouTube-on is. Van volt csatorna, felkeltője volt. Ha valaki 60 napnál régebbi streameket nézne vissza, ott megtalálja az összeset. Jó, nem az összeset, mert régek közül jogdíjak miatt van, amit nem. Mert volt, hogy még nem tudtam, hogy figyelni kell arra is, hogy jogdíjas zenét hallgassunk, vagy valami. És hát volt egy-két stream, amivel belecsúsztunk abba a legelején még, hogy Anno Domini 8 millió évvel ezelőtt, amikor írták a regényket, hogy azt nem tudjuk sajnos publikálni. Hú, de ezt a számot is nagyon szeretem. Tolja! Látszani fogad, csak nyomni kell, keep going, köszönöm. Na, ha mindenki beírta a felkeltél droppot, ugrok én is most veletek egyet, és mehet. Oké, a Sarok gang megvan. Pihepu Ágyiko, büszke vagyok rátok. Bent visszalöktétek úgy szépen a hókupac felé, de ott a Jeges Maci, Pihepu Ágyiko, a két ultimate Sarok gang. Muy bieno. És Ichiko nyerte 81-91-el, GG! Ha valaki esetleg nem értené, nálunk a Sarok gang az körülbelül olyan, mint tudjátok a osztálykiránduláson a busznak a hátulja. Hogy a cool kids az mindig a sarokba ugrik. Hát már... Most mondjam, hogy ez egy egyéni szociális probléma? Az már a te földed, igen. Hát, ha ilyesminket kitagadtak a ti bajotok. Oh God! És megint csúszik a family friendly. De hát már megszoktuk. Hogy kezdtek, ez az emotokkal várható volt, hogy csúszni fog a family friendly. Úristen, milyen érdagadás van itt a kezén? Ha ilyen vénám lenne, már nem lenne. Én mindenbe beleverem a könyökömet, minden. Tudja, hogy elvéreztem volna már azért, mert neki megyek a falnak.
Készfejen is van, igen, láttam. Zsola. Zsola, Zsola. Mi szérbeteg? Gyúros a srác, de a lábát nem látjuk. Hiányoztak már a délutáni streamek. Amikor nem azért, mert hogy chat, vagy bármi, vagy chat élmény, vagy többen lennénk, vagy valami ilyesmi miatt, hanem egyszerűen azért, mert hogy én fejben jobban ott vagyok, és én is jobban élvezem ilyenkor a streameket, mint az estieket. Csak mostában annyi meló van, hogy egyszerűen nem tudok napközben streamelni. Remélhetőleg márciustól most már egy picit jobban én osztom be a saját időmet. És lehet, hogy megpróbálkozunk azzal, hogy pár ilyen délutáni matinét ismételtem felülünk majd. Ismersz, kinki vagyok. Te vagy a legkinkibb kinki. Milyen értagadás itt, én minden... Már ne ragadjunk ki kontextusból dolgokat. Kéne neked is ilyen indokolatlan cenzúra sorozat. Majd mire gondolsz? Indokolatlan cenzúra sorozat. What is that? Hol szökik? Csak a crosshatch lesz három stream, gyerekek. Ez így azt a durva. Jó, hogy streamen én azt mondom, hogy ez két streames rajz lesz. Ez így hamar, ez egy gyors ink. Mondta soha senki. Ez a szálkás rész, ez annyira furi. Nem azt mondom, hogy nem érzem, de hogy furi nekem nagyon. De összességében meg jól néz ki messziről, szóval... Kik vagyunk, hogy ítélkezzünk? Meg ha mindenki lesz majd töltve szépen, akkor iszonyat jól fog kinézni. De hogy... Boy. Mentek. És nagyon szépen köszönöm, hogy dobáljátok még mindig a pontokat az IRL festő streambe. Wow! Most már mennyire járunk? Most már átléptük a 175-öt, nem? 187.930 pont! Hát ez így még szerintem cél előtt is meg lesz. Még úgyis az előző streambe elfelejtettük, és azt hiszem, nem azt mondom, hogy senki nem dobta bele, de hogy nem volt túl sok pont beledobva az előző streamben. Olyik ott elbeszélgettük az időt, aztán lehet nem is jutott eszébe senkinek. Ó, ott van Slaca is. Hello, Slaca! Bedroppolt itt a majás vájbolós emóttal. Te nem dolgozol? Úgy véletlenül megkérdezem. Nem csesztetésből, meg dolgok, de hogy úgy te most nem dolgozol véletlenül? Lámpák rendben vannak? Ez is fura, hogy itt ugrik egyet, én ezt így kijavítom engedelmetekkel. Így. Ez a sarok itt botrányos. Így. Kicsit folytonosabb. Indokolatlan cenzúra zseniális, a saját romlottságodon múlik, mennyire szórakozol, jól.
A vonatból kisípolnak egyébként nem NSFV dolgokat, de így iszonyat mértékben kétértelműre válik a mondat. Ja, mint hogy Márk is csinálta, hogy milyen érdagadás van itt, meg hogy én minden beleverem. Jó, oké, így már értem. De éppen rettető fárasztó módon lógatom a lábam. Közösszel Szeti ugrott egy 85-59-et. GG. Cool. Mutáns karú Bane. Volt amúgy, délután eszembe jutott, volt valami jó hír, amit akartam nektek mesélni, és tök elfelejtettem. És ezen gondolkozok, ami a stream kezdete óta, amikor én mindig magamban révedek, hogy mi volt az, amit mesélni akartam nektek. Nem jut eszembe. És egyébként ma tök holszám volt, ugye januárban volt a szülinapom. Ó, Zsola, utólag is istenéletesen sokáig. És igaz, kicsit megcsúsztak, amúgy írtam is neked. Most esik le, megcsúsztak az évelei Herce utca miatt, de hogy az idő admintól kaptam egy tábla csokit, csak mert szülinap. Na, ez cuki. Mesélek, én megvettem az iPad-et, holnap megyek érte, eldöntöttem végül. Na, GG! Milyen iPad-et vettél végül? Mert hogy te nagyon sokáig filóztál most az Android versus iOS is, hogy főleg rajzra kell, meg másra, ugye az volt a téma. De akkor te is Procreate-es leszel. Fú, az a rajzszoftver az nagyon jó. R5. Majd mutatom az első rajzomat, kíváncsi vagyok nagyon. Meg kíváncsi vagyok a véleményedre is. Meg! Van ötletem! Szeti. Ha ki akarsz majd próbálni egy androidos rajztáblát, én lehet, hogy majd később benne lennék abba, hogy csere egy hónapra. Mert nekem ott van a Galaxy Tab S7 Plus. És akkor... Nem FE, nem S7 Plus 5G? Valami ilyesmi. Most nem hozom ide. És akarok majd arról is tesztet, a rajz programokkal, de előtte ugye egyelőre ezt fejezzük be, ezt a teszt videót. Amúgy nem tudom, észrevettétek-e. Csak hogy megjegyezem, hogy melyik gomb mire való, így post-it-tel oda csináltam ilyen kis címkéket rá, hogy melyiket mire állítottam be. Szóval ezt márciusban megcsináljuk ennek a teszt videóját, így most februárban meg januárban is jó sokat rajzolunk vele. És utána lehet akkor kísérleti jelleggel elkezdenék kötetlenebb teszteket csinálni, és a két tabletes tök jó lenne, és akkor jó lenne kipróbálni az iOS-t is. Az Apple, ha már nekem megvan a Galaxy. Szia Krisz, hello, mi újság, hogy vagy? Benne lennék zsír. Csak ne felejtsem el. Így nem felejtem el. Az egy alma akar lenni! Úgyis előjön majd később is, mert nekem ez lesz a fő eszközöm innentől. Ah, oké.
Mert valakivel annó beszéltem már erről, és benne is lett volna, de tök elfelejtettem, hogy kivel. És ez most egy iszonyat cringe, hogy nem jut eszembe. De valakivel erről már beszéltem, hogy cserélnénk egy hónapra. Na mindegy. Az X-Fépenekhez lehet ilyen kis gombmatricákat venni, nem? És van rózsaszín is. Lehet. Amúgy ez miért nem jutott eszembe, hogy nyomtatni olyan pici matricákat és ráragasztani a gombra? Jekes Maci, olyan ötleteket adsz néha. És van rózsaszín is. Hát akkor meg pláne. Jobb, tényleg jobb is volt, köz Blue. Dobsz egy linket chatre vagy DC-n a pensziáról? Melyik pensziáról? Majd az Apple pensziáról? Vagy mi? Én vettem nagyon jó XP Pen Store-ban, van matrica a Szabi. Az EU Store-ban? Amit szoktunk nézni? Ú, ami nagyon jók a színek. Most látom csak, hogy már itt van az összes második generációs Artis széria. Ez a kettő nagyon tetszik. Kéne mindkettő. De nem vagyok a sok gomb híve. Tehát tekerő tárcsa, you know, tekerő. Kat, azt szeretem. Accessories-ban. Ez az AC412 stand, ez megvan, az nagyon jó. Ezt nem találtam amúgy a múltkor, ilyet akartam. Az AC18-as alumínium több pontba állíthatót. Helyette vettem egy laptop állványt, amúgy az is nagyon jó. Hú, ez se rossz. Jó, megint elterelt a figyelmet. Hordtáska, kesztyű. XP-penes marker. Shortcut key matrica. És az összes szint adják? Ó, ezek meg ráadásul olyanok, hogy alapszín, és te írod fel, hogy mit akarsz rá. Meg van előre nyomtatott. Na, nekem mondom, mi van rajta, van egy Ctrl nullám, ami ugye kizumol teljesen a képből, egy Ctrl D, ami visszarakja az alapkitöltéseket, de azt nem látom ikonban, hogy lenne arra az ikonra hajadzó dolog. Van egy Brush Eraser, az oké, okay, az ott van, egy Save, egy Undo Redo, az is van, meg egy Space. Space is van, mert a kiskéz ott van. De jó! Jó, mondjuk saját rajztáblánál oké, okay, de hogy tesztáblánál nem matricáznék túl sokat. Az a zöld tábla, na, a ma estémnek is lőttek, ugye? Szabinak ötlete támadt. Arról kér is Laca a linket, amit inkálsz. Ott van. Támadt egy remek ötletem. Nem fogom most elmondani, mert megcsinálja más. Nem. Zsola, ne írd le az ötletemet!
Zsola! Gyorsan bannoljuk a gyereket! Nem, csak viccelek. Nehogy bannoljátok. XP-ben mágus lettem, már mindent is szétrendeltem a store-ból. Nagyon jó kis sztóriuk van amúgy. Igen, azt nem olvasom fel. Nem is mondtam, kb. Egy fél éve ajánlásod alapján megvettem az XP-ben Artist 12-t, sajnos még nem igazán jöttem rá, hogy hol kellene jól beállítani a PS-t, de nagyon tetszik eddig a tábla. Turul nemzet, ha gondolod, ír majd rám, segítek, ha lesz egy szusszanásnyi szabadítőm. Tehát, hogy kezdőtáblának tényleg nagyon-nagyon jó. Az Artist 12, amit teszteltünk is videóban, nem? Tehát, hogy az tényleg egy olcsó, jó kis rajztábla ahhoz, hogy így megszokd az alapokat, kipróbáld magad, hobbi munkához, tök jó. Nekem a build quality-m nem volt. Nem voltam teljesen megelégedve vele, tehát az anyag használattal ilyenekkel. Csak azon gondolkozok, honnan lehetne blueprinteket szerezni hozzá. És most nem blue, mint blue trinkitre gondolok, hanem mint blueprint, hogy milyen kerekítés van a szélén, hogy tudnánk stancolni ezeket. Még egy dolgot összekapcsoltam ezzel, jó. Zsola, ír léci annyit az aranyhalba, hogy matrica. Csak ennyit. Köszönöm. A befotózott beméretezet is úgy csinál meg, tehát azért az nem fog teljesen annyira illeszkedni. Szerintem. Viszont van kontaktom az XP-penhez, legalábbis forgalmazóhoz. Van kontaktom a Vakomhoz is. Igazából fel tudom venni a gyártókkal a kapcsolatot. Miért stream közben jutnak az ilyenek eszembe? De hogy a Second Gen a színeken kívül mivel jobb a régebbieknél? Az új X3-as stylus van hozzájuk jeges maci, ami elméletek sokkal pontosabb nyomásérzékenységet tud, meg... még nem tudom mit pontosan. Prospektus alapján tudom csak ezeket az adatokat, még nem volt nálam egyik se. De nagyon kedves... Amúgy az XP-penesek is, meg a Vakomosik amúgy írtó kedvesek, akikkel eddig beszéltem bármelyik cégnél. És... hogy az XP-penes kifejezetten cuki volt, mert hogy így írt a múltkor, hogy mi újság, minden rendben, hogy vagyok, hogy kikerült esetleg a teszt, így csak tudjátok, egészségügyi okok miatt nem készült el. És akkor elmondtam neki, hogy mi a helyzet, meg hogy ezt most így, most megint ugye pihenő volt, de hogy meg fogom csinálni majd a tesztet és jelentkezem, és így egyből írt, hogy oké, bármilyen rajztábla kell, tesztelésre szólj, küldöm, meg minden, és így ja, így eszembe jutott, hogy tök jó lenne ezt csinálni, és most csak eddig az volt a bajom, hogy nem volt rá kapacitásom. Viszont most márciustól meg lesz, szóval lehet, hogy kerekbe pörgetjük majd pár tesztet majd. De annyi minden van tervben, hogy így már most kezdem túltervezni magam. Lehet csinálni ilyen egyedi dolgokat, csak mélyen kell a pénztárcába nyúlni? Nem biztos, Perseus. Nem biztos. Olyan dolgokról tudok, de még nem mondhatom el. Köszönöm, a második generációt vettem végül, de igen, a teszt videót néztem meg. Na, és milyen a második generációs? Tehát ott gondolom már nem rötyögnek a gombok. Az első generációnál talán volt, tehát hogy tényleg pont a 12-esnél az volt, hogy így megfogtam a gombot, és így éreztem, hogy így lötyög. Akkor egy zöld second gent kép tesztelésre. Várjátok. Megmondom őszintén, mi lenne a következő lépcső, mert most ugye csináljuk a... Eddig mit teszteltünk? Az első genes 12-t, most 15-6-os van, amit végül megvettem, mert annyira megtetszett. Itt van 15-6 Pro, de a következő az szerintem vagy a 22R,
22-ből is van second gen. Full HD. Úristen, 90 fokig dönthető beépített talppal? Shut up and take my money. De hogy azon gondolkoztam, hogy nagyot is kéne. És akkor végigmentünk a méreteken. Szeretnék vakomból is a 16-os szintiket biztosan. Ó, itt van az Artis 24 Pro. Gyerekek, ez a tábla. De nem tudom, hogy hova raknám az asztalon. Ennek is van beépített talp, és ez is 90 fokig. Wow. Na mindegy. Tehát egyelőre nem tudom, hogy hova férhetne az asztalon. De hogy akarok a Wacom 16-os szintiket, mert az... A Wacom 16-os szintik az egy olyan rajztábla így a rajzosok körében, ami így a... Nagyon-nagyon sok évig a go-to etalon volt. És... Tehát például a Streamingsnek is, neked is 16-os szintiked van, nem tudom még itt vagy a Gergő. De hogy a legtöbb profi az megvette 10 évvel ezelőtt a 16-os szintikjét, és a mai napig azt használja. Mert hogy ez úgy össze volt rakja. Itt, és igen, az van. Na, tehát, és neked mióta van meg, Gergő? De neked is most már valami nagyon sok évet mondtál, legalább 5-6, nem? Én az újért vagyok oda, ami már újjal is nagyítható, csak annyira drága. Ez emeltek az új second genbe, amúgy, ha jól tudom, ott már lehet, hogy van touch. 3 éve. Na, tehát, hogy igen. Érzed, nekem is ez lassan egy éve megvan ez a rajztábla. Ami azért durva, mert nem rajzolok egy éve. Tehát, hogy... Az elmúlt egy évben az utóbbi másfél hónapban rajzoltam, amit láttatok is. Tehát én streamen kívül nagyon ritkán rajzolok. Olyan, a Pro, az új touch... Nem is a second geneknek, nem az a izéje. Mondom, melyik az, ez a TP, az Artis Pro 16 TP, erre vagyok még kíváncsi, ez volt nekem felírva. Csak azért, mert 4K, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e értelme a 4K-nak 15 colon, vagy 16 colon, illetve ez touch-os is. Tehát, hogy ezt már tudod gesztus vezérelni, meg ilyenek. Ami amúgy nagyon bejött az androidos táblánál. Tehát, hogy én akkor vagyok hajlandó lemondani az oldalán a tekerő tárcsáról egy rajztáblának, amit ugye a zoomra, brushra, bármire be tudsz állítani, ha tárccsal tudok zoomolni, rotálni ilyenek, akkor oké. De az a tekerő tárcsa, az kell. Úgyhogy abszolút egyetértek Piapó Ágyikóval az újjal nagyítható dolgokban, csak annyira drága. De az nem olyan drága. Jaj, te azért gondolsz, a... Szintikből az újra. Annak van ára. Hű. Most állvány tervezek és nyomtatok hozzá. Valahogy az ára az állványoknak eltántorított a vásárlástól. A build quality-re nincs panaszom, de ez az első, amit használtam, hogy alapvetően nincsen visszítés alapom. Drone nemzet, te mondtad az Artis 12-t, ugye? Mutatok neked állványt. Pont ez az állvány amúgy. Ez az Artis 16-ot is megtartja. Egy szögbe tudod csak állítani vele, az tény. De... hol van? De nem drága. Pont nem elérhető. Az AC41-es step. Körülbelül akkora, mint a rajztábla, egy ilyen lap, és akkor van itt egy ilyen kihajtható talpja. Amit így be lehet kattintani, és akkor így alul meg van egy ilyen, hogy ne csúszson el. De hogy ez, hogyha csak így az asztalra kell, ez például tök elég, meg elég stabil. Ezt nem tudom meghajlítani. És a 16-os rajztáblát is elbírta. Ezekkel a kis lábakkal. Szóval ezt tudom ajánlani. Vagy, hát gondolom akkor az AC18-as is elbírja. Aminél az előbb láttuk, hogy így egy bácsi így izé. Oszlálás úgy tudod belokkolni bármilyen távolságra. Mert nekem most... Én 15.000 forintért vettem Alzáról egy ilyen állványt, ami ilyen... Ez laptop állvány. Tehát, hogy erre majdnem rá is feküdhetnék, nem tudom olyan erővel nyomni,
hogy elnyomjam, mert annyira nehezen nyomódik el. Mert nekem most a billentyűzet fölött, így ennyivel az asztal fölött lebeg a rajztábla, és majdnem függőlegesen van ugye felém, és én így rajzolok rajta. Előtte 13-osan dolgoztam, a 15 ilyen kompromisszumok keveréke, vagy 16, igen. A vakon teljesen jó, én is csak azért cseréltem le az Intuosomat, mert a Windows 11 nem kezelte rendesen. Nagyon jó a vakon, de tényleg. Szintén be az újra rohadt drága, ha nyer valaki a lotton, elfogadok egyet, akkor én is elfogadnék egyet. Bár ott volt kepár, az együtt néztük meg streamben, amikor volt a bejelentő videó, azt is live reacteltem, nem tudom, most ebben ilyen gyakrabban van live react, mint terveztem. De hogy nekem azt tetszik, hogy így meg tudod markolni, és hátul vannak gombok. Tehát, hogy így fogod a táblát, és úgy rajzolsz, és a tábla hátán vannak a gombok úgy, ahogy markolod. Meg, hogy rá tudsz rakni kiegészítőket, és hogy van a stand, és hogy azt nagyon szépen megköszönöm a Wacomnak, hogy a standard 3/4-es csavaros csatlakozót csinálta, így bármit rárakhat az oldalára, nem valami saját csatlakozót nyomtak oda. Volt egy cinti kolléganőm, de azért őt nem adnám el. Da! Csak oda kell menjünk a készfejre, túl jól haladunk, még mennyi az idő amúgy közben? 6 óra 15, nekem vacsiznom kell. De még nem lőném le a streamet. De nekem furi streamben vacsizni, pláne rajz közben, amikor jobb kézzel rajzolok, jobb kézzel leszek. Decisions. Mukbang, mindig ezzel mukbanggal jöttek, úgy meg mukbangollak titeket, komolyan mondom már. Decisions. Azt nézem, hogy mikor ettem. Belefér, ha még fél órát kihúzom. Köszönöm, elgondolkodok rajta, amit először mutattál, azzal találkoztam, csak nem voltam benne biztos, hogy elég stabil. Hidd el, elég stabil, a 15-ös rajztáblát megtartotta nekem gond nélkül. Nem emlékszem, hogy azt éreztem volna, hogy úristen, ez mindjárt le fog szaladni róla, vagy összecsuklik, vagy valami. Lehetne kiváltani kajaszeretet. Ez a legnagyobb problémám ugye az új streameléssel, megmondom nektek őszintén, hogy ugye 3 óránként kell legyek az étrendváltoztatás részeként, ugye sokszor keveset, és én viszont nagyon nem szeretek így mások előtt tenni, vagy hogy mondjam. És ugye ezért van az, hogy például volt olyan nap, amikor így nagyon megcsúsztam a munkákkal, a meetingekkel, akkor így tudjátok, fellőttem a streamet, és még az intro alatt azt láthatátok, hogy a tejüveg mögött, hogy a rajztábla mögött így kanalazom be a salátát, mert hogy úristen, kezdődik a stream. De például azon gondolkoztam, hogy mostában kezdek meg tanulni, meg szeretni főzni. Tehát egyre többször főzök. És hogy egyszer többszörösen csinálnék főző streamet is. Bármennyire is azt mondtam, hogy a lakásnak csak a stúdió része, ami publik. Most egy konyha szerintem... Vagyunk már olyan viszonylatban, hogy beengedlek titeket a konyhámba, vagy ezt hogy mondjam értitek. És gondolkoztam rá, hogy egyszer lehetne csinálni, főleg, hogy úgy... Igazából a laptopra csak rá kell küldjek egy kamerát is, meg az overlay-t is csak. Szendót jól nyomsz, azt bárhol lehet, csak most ugye nem eszek szendvicset a diéta miatt. Streamings. Mert a szendvicsben mennyi szénhidrát van? Az összes. Hát, giveaway. De nem is veszek kenyeret. Ez most milyen... Az a baj, hogy ezzel így simán ilyen telex, meg ilyen címlapokra kerülünk, hogy most már ott tartunk, hogy sandwich giveaway van Twitch-en. Olyan világot élünk. Szép lassan érik az a hot tub stream. Erin, no!
No hot tub here. No. Señor hot tub is not here. No. Én átadni üzenet? Hot dog slim. Az a baj, ez Gergő írta, hogy valami van, valami turpisság van benne. Valami turpisság van benne. Mi lenne, hogyha ezt nem így csinálnám? Wait a damn minute. Mi lenne, hogy mivel ezek mennek keresztbe, ezeket húznám meg elsőnek. Ugye ezekből is szépen visszaradírozom azokat a részeket, amik nem látszanak. Hoppott pont, de... Így, meg még egyet oda, és akkor utána a többit behúzgálom és radírozgatom. Csináljunk rá egy szavazást. De cringe-nek érzem a streambe nevést. Az baj, azon nem változtat egy szavazást, de mondjuk a véleményetekre kíváncsi vagyok. Na 5 perces szavazás. Szerintem pont, ha egy streamer eszik streamben is. Van két válasz lehetőség. Oké, nem oké. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Egy kajaszünet képet kell összerakni, ahol mehetnének a korábbi rajzok, amíg eszel. Aztán nem kell előni, de nem is látunk téged. Így nem kell zavartatni magad. Turul nemzet olyan sokáig volt ilyen az overlayünkben. Mindig volt ez a slideshow. Tünet minden alatt, most az egyszer vettem ki, és most feljön az ötlet, hogy rakjuk vissza. És így... Aha, akkor volt értelme. Attól függ, mit teszel és mivel, és hogy ASMR szintű hangzás lesz-e, sokféleképp lehet belőle, no. Nemo, megy az RTX Voice, semmit nem hallotok, se cuppogás, semmit. Tehát ha ezt nem halljátok, hogy közben csapkodok, akkor valószínű semmit. És most hála az énnek, remélem ezt nem hallottátok, mert olyan szintű fikma csaptogás hangja volt ennek a tapsolásnak. Bocsánat. Szia Robin! Mi újság, hogy vagy? Szóval, Ahogy 14-3-ra vezet az oké, wow. Akkor csak bennem van ilyen gát? Lenne egy kérdésem. A YouTube-ra mikor regisztráltál fel, és ki volt a legelső videósod, akit láttál? Videósom. Hű, na én ebből a szempontból ritka állatfaj vagyok, mert olyan közelről nem követem tartalomgyártók életét. Azt meg lehet valahol nézni, hogy mióta regisztráltam fel YouTube-ra? Még akkor volt, amikor még 5 csillagon keresztül lehetett rangozni a videókat. Nagyon rég regisztráltam a YouTube-ra. Így, mint csatorna, az elég friss. Azt lehet a névjegyeknél, a YouTube névjegyeknél kírja a reget. Na, arra kíváncsi vagyok.
Nem, a personál YouTube-ot nem fogom megnyitni streamben, mert van egy personál YouTube-om, amivel nézem a dolgokat, meg külön van a izé. És azt hol nézem meg? Saját csatorna, vagy YouTube stúdió, vagy... Csatlakozás dátuma 2007. szeptember 1. 18 ezeren nézték meg a személyes csatornámat, mi a... Ja, mert annó volt egy Photoshop tutorial videó, amit megnéztek 10-valahány ezeren. Az a baj, van... Jó, azt már levettem, igen. A legelső feltöltött videóm 14 évvel ezelőtt volt YouTube-ra. Szóval én 2007 óta regisztráltam. A 14 évvel ezelőtt az meg... 2009? A legelső feltöltött videóm. És mi volt a másik kérdésed? Hogy? Ki volt az első videósod, akit láttál? Fú. Az a helyzet, hogy nagyon sokáig külföldi tartom, most is főleg külföldi tartalmakat fogyasztottam. Akire emlékszem, hogy így rányomtam, hogy biztosan rányomtam a feliratkozás gombra, az egy ilyen paródia zene készítő videós volt, James Atwar néven. És ő csinált olyan paródia videókat, hogy... De még ilyen YouTube hőskorában, még ilyen Halo 3, meg ilyen videók voltak. Nagyon régen, aztán azóta nem néztem. Most látom, hogy más is van. Nem, utolsó feltöltött videója 2 évvel ezelőtt, de hogy 11 évvel ezelőtt alkotott utoljára. És neki voltak ilyen olyasmi paródia videói, mint amiket a Punk ugye is csinál. És ja, ő rá így emlékszem, hogy úgy kifejezetten az ő tartalmait követtem, de hogy így magyarok közül nem nagyon fogyasztok sajnos magyar tartalmat, ez a helyzet. Tehát én már amikor grafikusnak tanultam, én nagyon sok mindent autodidakta módon fejlesztettem ki magamnak. És már akkor angol tutoriálokból minden, tehát hogy nálam inkább az. 2010. szeptember 30-án. A Twitter az vicces, mert hogy nézzük meg, hogy ki mióta van Twitterem. Én egy éve vagyok aktív Twitterem, de regisztrálni... Figyeljetek, hogy agyatok eldobjátok. 2011. decemberre óta vagyok Twitteren. Most már 12 éve majdnem. 11 éve. És de igazából az első tweetem az így a regisztrálás után 7 vagy 8 évvel volt. Tehát hogy így felregisztráltam a Twitterre, mindig úgy voltam vele, bejött egy új social media, akkor felregisztráltam rá, kipróbáltam. Aztán volt ez a ghost town, ez a teljesen kihalt ilyen, hallottad a tücsköt ciripelni, meg ilyenek, és akkor nem használtam. És akkor utána most amikor úgy elkezdtem a tartalom gyártásra jobban odafigyelni, akkor kezdtem el Twittert is elkezdeni használni. De hogy ezek nekem így maga így kimaradt, így nagyon-nagyon sok év belőle. Szia Sanchez, hello! Szerintem érdemes lett volna egy harmadik választási lehetőséget is megadni arra vonatkozóan, hogy oké, nem oké. Ha egy streamer eszik a streamben, igyekszem tartózkodni a hamis dilemmáktól. Egyébként mit gondolsz Mike Mignolia stílusáról, ha esetleg ismered? Nem ismerem, de rákeresek. Majd így nem ugrik be névről. Batman 429. Ó, viszont van tőle képregényem! Hellboy! Hoppá! Tetszik a stílus amúgy. Van tőle képregényem. Méghozzá ez. Nem.
ez a borítója annak a képregénynek is, nem tudom hirtelen melyik, amiben ráadásul egy magyar közreműködő is volt. De tetszik amúgy a stílusa. Neki is szép stílusa van. Nem érezem a sajátomnak, de tetszik. Magyarok közül nem az első nagy videósom, és még a mai kedvencem az Csonti volt, és a CubeCast-on ismerkedtem meg Pingvin Harcos Viktorral. A story time. Az első videós, akitől úgy több videót is megnéztem, és most nagyon remélem, hogy Viktor nem nézi a streamet, az úgy volt Viktor, hogy párommal úgy néztük a Minecraft streamjeit, hogy volt olyan, hogy éjszakázni voltunk, ami azt jelentett, hogy mondjuk elmentünk Blade Runs buliba, interjúztunk külföldi DJ-kkel, tehát dolgoztunk, éjszakáztunk. És fáradtan hazaestünk, de még nem voltunk álmosak. És akkor volt egy olyan, hogy leültünk kajálni, és akkor belőttünk valamit YouTube-ról. És hozzáteszem, én Viktort előtte ismertem meg, mint hogy tudtam, hogy ő mivel foglalkozik, vagy hogy. Így Playiteken hasonlókan, meg ugye Playiteken be is dolgozott úgy, hogy ő szervezte a tartalomgyártókat a Playitre. Nagyon sok meetingen ültünk be, mert valamiért a grafikusnak is, meg Viktornak is be kellett ülni ezekre a meetingekre. És az volt a lényeg, hogy úgy néztem a Minecraft videóit, vagyis úgy néztük, hogy semmit nem tudtunk a játékról, csak így egyszerűen a hangja ilyen kellemes volt elhallgatni, és így megnéztük egy csomó videóját, de hogy így tudjátok, hogy mennyit értettem a Minecrafthoz, nullát. És így igazából én így találkoztam Viktorral elsőnek, mint tartalomgyártó, és az utána, tehát hogy én a Bly volt, akit nagyon-nagyon sokáig néztem, őt meg fotós suliból ismerem, és őt a PUBG miatt néztem nagyon-nagyon sokáig, és én nagyon sokáig nem is tudtam, hogy a Twitch-en például Viktor fent van, vagy hogy még milyen tartalomgyártók vannak fent. Nekem a Twitch sokáig abból állt, hogy ott nézek PUBG streameket, ennyi. És megmondom őszintén, én akkor találkoztam Viktor csatornájával Twitch-en, amikor beraidelt. Az első ilyen raid még 2020 áprilisában valamikor. Szóval, ja. Azóta viszont kicsit rákantottam igen a streamjeire. Főleg most a Need for Speed-re meg a Minecraft-ra. Szerintem végtelen szórakoztató, ahogy Minecraftozik. Én tavaly májusban regisztráltam Twitterre, de csak hogy tudják régebbi posztokat megnézni egy focis újságírónál. Wow, az Intel annyira rosszul szerepelt a negyedévadzáráskor, hogy a vezérigazgató fizetését 25%-kal vették vissza, meglepő módon nem a munkások bérét megzárták. Hála az égnek, hogy nem a munkások bérét megzárták. Igen, így most már megvan Sanchez. Elmárt, na tőle van dedikált képregényem. Nyugodtan, ó! Nálunk nincs ilyen reklámtilalom meg ilyesmi. Ha valaki túlzásba viszi a saját csatornájának a promózását kéretlenül, akkor arra szoktam szúróan nézni, de nem szokott ilyen lenni, de hogy nyugodtan lehet beszélni, tehát nincs nálunk ilyen reklámtilalom vagy ilyesmi. Leírhatom a teljes nevét, ha szabad, ha nem, tiszteletben tartom, nyugodtan. László Márk, igen. Én túl sok munkáját nem ismerem, ez volt az első, amivel találkoztam, viszont egy nagyon kedves ismerősöm, nagyon nagy Hellboy rajongó, én nem olvastam azóta se a képregényt, és nagyon ritkán tudunk ezzel az ismerősömmel találkozni, de megvettem neki ajándékba, és aztán amióta találkoztunk, mindig elfelejtem odaadni. És most már 2 éve itt van az a képregény dedikálva ajándékba, és még mindig nem tudtam odaadni neki. És ott van, konkrétan innen látom, meg tudnám nektek mutatni. És remélem, hogy Stu most nem nézi a streamet, mert mondjuk nem is nem valószínű, hogy nézi. Mérhetetlenül rossz barát vagyok néha. De megpróbálok ezen is javítani majd.
Na, a nagy részével meg vagyunk a kezeknek. Én anno paplovag miatt jöttem el Twitchre, aztán történtek dolgok, és azóta is Mr. Mamut büszke oszlopos közösségi tagja vagyok. Ó, Zsola, Mamutnál nagyon kevés szer szoktam ott lenni, néha elcsípem, de nem tudom miért, átok van a Twitch fiókomon, random követ ki csatornákat. És konkrétan most azt néztem, hogy mikor tudnám Mamutot úgy bekövetni, hogy ne legyen gáz, hogy hatodjára követem be. De valamiért random kikövet csatornákat nálam a Twitch. Kövessetek be, és nem maradtok le arról, hogy nem streamelek. Én is kb. Egy hete szereztem be László Márk által rajzolt Hellboyt. Megmutatom nektek, hogy ilyen be kell... Ne nézzétek a seggemet, jó? Hellboy Winter Special. És ott van a neve. Márk László. És még ilyen kis rajzika is lett rá. Úgy írt alá. Nem látszódott, ugye? Most alkalmas lehet, mert éppen visszavesz a streamekből, átértékeli miért akar, aztán kiderül, aha. Mamutnak olyan jó hangja van, úristen, olyan jót őt is hallgatni. Nem csak nálad van így, tegnap jöttem rá, hogy nem követem megint Essit. Nonsense, tehát folyamat találkozok ezzel a problémával. De egyébként látod, most is látjuk azt a csökkenő pocakot. Igen, köszönöm. Ráadásul az a képregény Budapesten játszódik, és még olyan a rajz is található a kötetben, ahol Hellboy éppen szimfónia cigit szív, a Gellért legyen a Szent Gellért szobornál, brutális. Úristen, meg kell nézni. Jó, lehet ki fogom ezt bontani, és 1500 forint környéki áron meglátásom szerint bőven megéri megvásárolni és támogatni az illetőt. Egyébként semmilyen érdekem nem fűződik a dologhoz, nem állok vele sem baráti, sem pedig rokoni kapcsolatban. Egész egyszerűen csak tisztán, ez tök oké. Én mindig ezt szoktam mondani. Tudjátok, mit beszéltünk nagyon rég? Megvan a következő csatorna challenge, csatorna pont challenge, ahova költhetitek majd a pontotokat az IRL festő stream után. Egy végtelenül unalmas, de szerintem lesz 3 ember, aki élvezni fogja. Képregény gyűjtemény mustra. Megmutogatom a borítókat, mert hogy igazából a legtöbbet nem bontom ki, ugye? Arra lenne igény? Csináljunk még egy szavazást. Az előzőnek úgy sem láttam az eredményét. Jó, láttam, hogy azt írtátok, hogy oké legyen. És akkor most adok hozzá harmadik lehetőséget, mert mindig azt mondjátok, hogy kell harmadik. Szóval szeretnétek egy képregény mustra streamet, ahol végigmegyünk az összes képregényemen, és akkor mindegyikről mondok egy pár szót. Van igen, nem és talán. Nem, azt nem bontjuk ki, pihepú ágyikó. Az a nyugdíjam. Az egy 24 órás stream. Előjött ma a katalóg, mert egy számot kerestem vissza. Mindjárt megmondom nektek. Jó, nem erre a monitorra nyílik. Ah. 822 füzetem van csak. Tehát, hogy 822 képregény füzet van, és kötetből van 419 kötet, ami a könyv, és abban a 419 kötetben van 3023 képregény szám. Szóval összesen a füzetekkel együtt 3845 képregényem van. De a kötetekben ugye egy kötetben van több is. De nem mennénk végig a 3845-ön, hanem a 800 füzetből lehet csinálnék egy válogatást.
mert nagyon sok olyan rán van, amiből nincs érdekes, de lehet csinálnék egy válogatást, ahol így... Basszus, ezeket mind végig kéne fotóznom és bővítenem a katalógust. Mert jelenleg a katalógusomban csak úgy vannak benne, hogy széria neve, tehát hogy a fő ránnak a neve, a széria neve, a sorszáma, speciális jelzők, melyik kötetben van, vagy ha kötet, akkor abban milyen füzetek vannak, hanyas számmal, hány füzet volt ebben a kötetben, mennyi volt az eredeti ára, milyen árnemben, mennyi volt a shipping hozzá, és hogy mennyi az értéke forintban. Igen. És hogy mennyi az, van egy olyan cellám, ami összeszámolja, hogy eddig az összes képregényre mennyi pénzt költöttem. Sok. És van egy olyan, ami kiírja az average price per comicot, ami szintén sok. Az a baj, ha elmondom az average price per comicot, akkor vissza tudjátok számolni, hogy mennyi pénzt költöttem képregényre, és az nem jó. Az senki nem jó, hogyha azt tudja. Szóval ja. Ó, nem fejeztük még be a rajzot. Jó, hát még a crosshatch ugye hátra van, de hogy itt van még a cső. A cső, kuporica cső. Hogy áll a szavazás? 11 igen, 2 talán, 0 nem. Hát akkor ez lesz a következő community challenge. Én költöm a pontjaitokat nagyon szívesen. Azért csináljuk ezeket community challenge-be, miért még szó érné a ház elejét. Nagyon egyszerű. Mert így, most érted, ezek a szavazások, ezek nem reprezentatívak. Mert nem lehet mindenki itt, aki szokta nézni a stream. Viszont ha egy community challenge-et csinálunk, akkor az alapján tudtok szavazni, hogy... Tehát mindenkinek van esélye úgymond szavazni és bedobni rá a pontot. Nyugi emberek, nagyon sokat költött Kylo, te se tudod a végösszeget, azt senki nem tudja. Bocsi, akkor 48 óra stream. Nem! Nem! És ha ugyanaz a 13 embert pakolj össze challenge-et, szoktam nézni a neveket, és nagyon szerteágazó nevek vannak. Szia Marker! Welcome back! Majdnem jó. Én elfogadom. Szóval nem, arról nem szeretnék beszélni. Pusztán azért, mert hogy... Nem azt mondom, hogy szégyellem. De abból a tekintetből igen, hogy abból a pénzből lehetne megtakarításom is. Csak annyira rá voltam ezekre kattanva, hogy... Jut. Hogy így gyűjtve lettek. És lehet, hogy... Volt olyan hónap, amikor 6 számjegyű összeget költöttem képregényre. Lehet, hogy volt olyan hónap. Például a barackos budipapír eléggé szerteágazó név. Igen. Az honnan jött most? Úristen, mikor láttuk utoljára barackos budipapírt? Mennyi van ki is bontva, elolvasok? Csak a kötetek. A füzetek nincsenek. A füzetek sose voltak kibontva. Tehát a 822 füzetet azt nem úgy fogjuk megnézni, hogy végiglapozzuk őket, hanem csak a borítót. Azok külön be vannak rakva, van mögöttük kartonlap, és be vannak fóliázva. Tehát, hogy azok csak gyűjteményre vannak, van 400 kötet, amiket meg olvasok. Most el akarom kezdeni megint olvasni, csak mindig kimegy a fejemből. Én se szeretek a Futós utcai Máráról beszélni, igen. Ha nem gyűröd és képes vagy eladni, akkor lehet megtakarítás később. Vannak olyanok, amik megtakarítási darabok, de hogy a legtöbb az nem.
Tehát a legtöbb az borító áron tudnám most is eladni. Ami azért jó, mert hogy közben kicsit beszakadt a dollár árfolyam, és amikor utoljára vettem képregényt, még 300 volt egy dollár, most nem tudom, 365. Szóval így nőtt a gyűjteményemnek az értéke, a dollár áron akarom eladni. De hogy... Mostában egyre többször megfordul a fejemben, de nem szeretném a jelenlegi gazdasági helyzetben eladni, mert úgy érzem, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudnám reál értéken eladni, csak áron alul. Mert az emberek most nem képregényre akarnak költeni. Azt meg sajnálnám, hogyha a nem tudom hány évnyi gyűjtői munkámat így el kéne szórni. Azt nagyon sajnálom, de úgy vagyok vele, hogyha minden kötél szakad, akkor az egy szintén egy olyan lépés, amit meg kell csinálni. Tehát, hogy így... Jó! Szerintem már ennyi mit szóltam. Rossz hatchel jövünk a következő streamben. Azt a Setit letörlöm onnan. Meg fogjuk jegyezni, hogy Seti mondta. Ugye meg úgyis fel fog jönni még témának, hogy mondta ő is. Meg ugye Jubissal kell majd még erről beszélni. Mert ő is mondta. Abban a szempontból vicces lenne, hogy úgy, hogy az iPad Air-t meg egy iPad Pro-t is összehasonlítani, hogy van-e hardware-beli különbség. Mondjuk. Na mindegy, de hogy ez a jövő zenéje. Szóval, mit szóltok, keresünk valakit, akit jól meggrade-elünk? Azt mondjuk, ó, tudja, tudom is, hogy hol megyünk. Ó, kettő is van. De várjatok, megnézem, hogy ő mióta streamel. Mert ha nagyon régóta, akkor inkább a másikhoz megyünk. Egy órája, jó. Meg fogjuk lepni Beust! Beus nagyon sokszor rédelt már minket, most Minecraftozik. Amúgy is a mai streaming Minecraft lett volna, csak aztán becsikeneltem és rajzolni volt kedvem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok, én most el fogok menni vacsorázni. Te nagyon szépen köszönöm a figyelmet, az előző stream végén teljesen kifagyott a stream, szóval hogy azt, hogy nem tudtam rendesen elköszönni, az annak volt köszönhető, hogy kaptam egy kék halált így raid közben. És ott is lett vége a streamnek. Köszönöm szépen, Slaca. És tényleg nézzetek be Beushoz, mert Minecraftozik. Amúgy most valami iszonyat jó texture, nem is texture pakot, hanem shader használ. Ezt kérdezzük már meg, hogy ez melyik shader majd tőle. És ő most ismerkedik a Minecraft-tal, szóval segítsünk neki. MC lenni nem lennék itt, de pszt. De hát szeretek MC-zni, attól függetlenül lesz még MC, hogy tudom, hogy kevesebben szeretitek az MC-t. Szia BGK Betyár, hello, hello. Sédeld magad, jól van már, 5000 pontot kérek szépen, és megyünk Beushoz. Na, legyen csoda szép estétek, remélem most már működik a... az, hogyha rányomok az outro-ra, akkor most már tudok nektek olyat mondani, hogy ne fagyjon ki, hogy csatlakozzatok a Cukor Discord szerverünkhöz, mindenkit nagyon nagy szeretettel látunk. Ezen kívül a YouTube-on is fent vagyok, és elég sok short készül oda, illetve a VOD csatornán vissza tudtok nézni bármilyen streamet. és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Találkozzunk legközelebb, ami remélhetőleg vasárnap lesz, vagy hétfőn. Addig is legyen csoda szép napotok, adjátok át üdvözletem Beusnak, sziasztok!